Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel a hét utolsó legalábbis munkanapján. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Feri, végre péntek, gyerekek. Van. Nagy baj már nem lehet. Nagy baj már nem lehet. Csak reggel mindig megnyitok mindenféle honlapokat, megnézeketem, na így aztán végképp örögni fogunk. Mindig megnézem, hogy van-e valami fennakadás MÁV, illetve közút vonalon, és hát figyeljetek, úgy látszik ez egy ideális péntek, azt minden mondja, okay, hogy így van a közö.hu-n. Balesetről nem érkezett bejelentés, jelenleg nincs napi forgalom korlátozással kapcsolatos hírünk. Igen, MÁV, vágányzárhírek nincsenek, jól van, kiváló. Most az a bajom ezekkel a honlapokkal, hogy ők mindig egy picit késésben vannak. Tehát mi már például régen tudjuk a hallgatói SMS-ekről. Ebben van igazság. Mikor náluk igen, ez még nem mindig. Örüljünk ennek. Én örülök, nem akarom őket bántani, csak a korrektség kedvéért mondom. Mert de minket nehéz megelőzni. Tehát annyira interaktívak vagyunk, és ez nem is a mi igazából érdemünk, hanem leginkább hú, de jól szólunk most, azt a minden. Hát kicsit meg. Kicsit? Hát, igen? Hú, bitangul. Biztos Gyuszi. Gyuszi valamit csinált megint. Szóval, mert tényleg baromi jó, hogy annyira interaktív, hogy a hallgató ott van, elküldi, látja, szinte átmegy a balesetem, már nálunk landol SMS-ben, még a rendőrök, tűzoltók sincsenek ott, egy csomószor mi már tudunk róla. Sőt, szerintem nyilván hallgatják az adást, és egy csomó információt ebből kapnak meg. Ezt akartam mondani, nem. Ezt egyébként ők be is vallották egyszer. A néhány honlap üzemeltetője már bekapcsolna ilyenkor a rádiót. Érted? Nincs frissebb a hallgatóknál, hát ott van 1,5-2 millió ember szana szétszórva az országba, nem? Jönnek, mennek, hangyák módjára szorgoskodnak, és egyszer látják. Látják, hogy merre lüktet. Így van, ez az a honlapok általában azt kérik, hogy hivatkozunk rájuk, amikor közé teszünk egy olyan hírt, ami feltűnik az ő oldalukon, de hát alapvetően egyébként nekik kellene inkább jelezniük, hogy tőlünk származik az információ. Igen, igen, igen. Igen. De nem vagyunk FM hallgató. Így jó idejű. Nem vagyunk híririgyek, nem? Ezt már elmondtuk, amikor más adók csinálták meg azokon műsorelemeket. Elmondtuk, amikor cikket, újságok írnak cikket a műsorunk, persze. Mi abszolút nem vagyunk. Nem vagyunk információirigyek. Vigyé. Mit eszel, Bali, kérdezi Szala? Csokit. Bevásároltam a benzinkúton. Csokit, de nem, van narancsa is. Nem, van narancsom is, hogy azért egészséges legyek, van egy energiaitalom, hogy hogy még egészségesebb legyek, kell a vitamin a szervezetbe, egy kis energiaital, egy kis, jól van, spanyolul. Jól van. És egy kis narancs. Most mi van, miért néztél rám ilyen megvetően? Nem, Feri meghozott, hogy hívják, hogy sajtos pogácsát, én meghoztam liptói túros minifánkot neked, de fogyasszál azokból is létszín. Jó, akkor nézzél a fánktára, szerinted kiharapott már bele az egyik fánkba. Ne legyél csoki és üdítőital irigy, mert az egyik fánkban már masszívan leharaptam a felét. Csak hogy fogjon az is. Láttam, hogy éreztem, hogy olyan kicsit... Értékesebb, természetesebb alapanyagok. Megvető pillantásokat küldtél rám. Ne, elfejtettem, hogy hozol. Mert ha hozol, nem vásárolok. Egyébként meg mi vagyunk a hülyék, tehát pont tegnap húztuk föl magunkat, te meg én, Jani. Fölhúztuk magunkat, hogy bármit mond az ember, itt van így a stúdióban. Van. Most még mi adjuk alá a lovat. Jó, de most azért, mert ugye volt ez. Kirontottatok el? Volt azt ez kell, hogy mondjam, majd mindjárt mondom. Túros fánk vonal, igen, és gondoltam, hogy lásson már gőparabokat. Ne bundás kenyérízű szörnyűségeket, amiket csinálok. Nem, az a helyzet, hogy annyira ráálltam, mint a Pavlov kutyája ezekre a reggelekre, hogy általában te hozol valamit, de te is szoktál azért, hogy egyszerűen olyan éhesen kellek, hogy már meg kell állnom benzinkúton. Nem bírom ki. Nem volt, én régen 10 előtt nem tudtam menni. De hát te állandóan hordozod ezeket a malac maradványokat, és ezeket a tej maradványokat sajt formájában. Sert és porhüvelyeket. Így van, ezeket a porhüvelyeket tényleg. Hát muszáj, kitágul gyomorral ébredek. Visszálljunk a megvonásra? Ne. Ami leesik, az jöhet minden. Na, de egyébként úgy szoktak kezdődni általában ezek a reggelek, hogy ugye bejövünk, először itt van egy ember, két ember, három ember, négy ember, és az esetek 90%-ában valami kaja a téma. Tehát, hogy én nem tudom, hogy miért van ez, hogy milyen szinten hiányzik az endorfin a szervezetünkből, de hogy mindig. Ma például, mielőtt bejöttél volna, a következő volt a téma, Anna mit fog főzni ma este? Gulyásleves, palacsinta. Aztán ez szóba került ugye a liptói túró. Na, aztán az abból készítettük különböző étkek, és akkor még Feri ugye nem jött a pénteki receptjével. Tehát... Igen. Hát ez az. Hát szeretünk enni. Na. Szeretünk, igen. Én nem szerettem, de megszerettem. A kávét kérdezitek nagyon sokan. Ezt tegnap le lett tudva, ezen a restanciámat maximálisan teljesítettem, kis hallgatói segítsége, konkrétan anélkül, hogy kértem volna 2 darab kilónyi, 2000 grammos
igazi, kis finom, még nem őről, de már pörkölt kávé megérkezett. Letudva. Kaptunk hozzá bónusznak 2 liter tejet, még meg vagyok. Meg egy tálca gyümölcsjoghurtot. Igen, és egy tálca gyümölcsjoghurtot. Azt te kaptad, azt nem én kaptam. Nem? De hát tudod, hogy ami az enyém, az a nem, az, még megkérdeztem a portást, részben. Mentem a szobánkba, mondom, ez nekem jött, és mondta, hogy nem, azonnal rámentem. Hello. Nem jól kár. Köszönöm, még az olaj felmutatása mellett esetleg. Új portások vannak, látjátok? Igen. Ő elég marcona. Tehát, hát meg kell védeni. Kezi csokolmal köszöntem, pedig egy nagy darab férfi. Ő egy néme. Itt rend van, a és a bajosz alapján. Kezi csokom néni. Rá köszöntem, ő cudar. Ő odavág, itt kőköve nem marad. De valahol ezt is várja az ember egy portás. Vigyázálásba jött. Szigorúságot, keménységet. De ma síroztam. Valaki, aki volt Slash koncerten, írja már meg nekünk, hogy milyen volt, csak kicsit fájjon a szívünk, mert végül is nem jutottunk el. Hát voltak egy páran. Na, én mondjuk anyósom miatt. Az se? Alapján, hogy ugye nem lehetett egy darab jegyet sem kapni. Én tegnap mindent megpróbáltam. Én korumpálni akartam embereket. Készpénzeket akartam megmozgatni. Klassz FM-es bögréket ígértem be. Bejöhet a stúdióba és megpuszilhatja Balázs ülését. Bármi. Én mindent mondtam. Sem. Ezzel rettentettem vissza őket. Akkor Balázs, nekem mindent. Lehet, hogy emiatt nem jöttek el. Ilyen. Engem kellett volna ajánlanod. Semmi. Se, egész egyszerűen azt mondja, nem, ne haragudjak, nem lehet bejutni. De hogy van ez, hogy mi egyébként, akik tényleg legelőször tudják, hogy jön a Slash, meg koncert van, meg nem tudom, nem ébredünk időben, és nem veszünk ki egyet. Mert nagyon régen fordult elő ilyesmi, hogy oké, persze jönnek ide világsztárok, köztük nagyon sok rockzenekar, rockerőadó is, és nem volt jellemző az, hogy egy héttel előtte nem lehetett jegyet kapni. Tehát ez az utóbbi időben sajnos nem fordult elő. Hát én a múlt héten tényleg elmentem lelkismertesen, meg akartam venni ezeket a jegyeket, ott akartam lenni, nem sikerült. Egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert ugyanakkor meg marhára örülök neki, hogy ilyen jól sikerült ez a koncert, legalábbis ilyen tekintetben, mert mondom, nem tudom, hogy muzsikáltak, a Leander Rising és Slash. Szerintem jól. Valószínűleg. Szerintem jól. Elolvastam a koncertprogramot, hogy miket nyom. Elnyomja a Night Train-t valamikor az elején, a Guns számot. A Paradise City, a Welcome to the Jungle és a Sweet Child-ot nyomja a végén, és talán nyom még egy, tehát ilyen 5-6 Guns számon, azért az nem kevés. Hát egyáltalán nem kevés, szépen keretbe foglalja ezek szerint, vagy akkor még ugye a közepén is nyom. A Night Train mellett még nyom valamit az elején, vagy a közepén, vagy nyomnak valamit, és akkor a végén 3-at vagy 4-et, ami a hangulatban vannak. És akkor még ott vannak a saját számok is, amik szintén nem gyengék. Azok csak józúzósak, de egyet nem tudnék mondani. Tehát nem ismerem őket annyira. Azért, mert nem akkor hallottad őket, amikor még igazán fogékony voltál rá. Biztos, de azok nagyon rendben vannak. Nagyon rendben vannak, hogyha mondjuk az Axl-al kerültek volna azok felének, és kerültek volna rá mondjuk egy új Guns albumra, akkor azt mondtad, hogy egy tipikus Guns Roses mód. Ah, hát a Slash, ahol mozog, az azzá válik. Ezt tudja, igen. Ezt üzembiztosan. Ezt tudja, ezt a hangzást, ezt nagyon-nagyon-nagyon hozza. Ha hírek utánra válogatnál ott ez a szürke rész, nézd csak. Jó. Ha csak akarsz egy ilyen. Legyen majd egy jó. Hát, ha már nem jutottunk be, akkor egy jó Guns dal, nem? Hát így most van. Ez marad a bénáknak. Hírek előtt Kassa TV volt mondjuk, csak mondom, hogy tehát fel lettek húzva az emberek, az elvárások, tehát ezért akármivel nem lehet. Igen, Tibi új dala most már egész nap hallható. Úgymond szaknyelven rotációban forog. Vagyis délelőtt és délután is megkaphatják hallgatóink, nem csak a mi jó voltunkból reggel, mert hogy az szorgos kezeknek volt köszönhető, hogy ez ott volt, de hogy most már más műsorokban is felbukkam. És már végig repett a szálfa, beütöttük az éket. Hát meg kérhetik a csapás műsorban például. Új, de jó. Ja, gyerekek. Ott meg csak a legremekebb zenék van. Tegnap voltam lőni, képzeljétek el. Na. Miért nem jöttél? Mivel? Mert egyrészt rossz idő volt, másrészt meg családi programunk volt. A rossz idő az annyi, hogy beraknak föléd egy hősugárzót. Semmit nem érzel. Na, mondjuk ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy fél órával a megbeszélt időpont előtt engem hívott az illető, aki szervezte, hogy szerinted hol lehet Balázs? De fél órával a szervezés előtt hol legyek? Kettő órára volt megbeszélve, 2 óra 2 perckor begördültem. Egyébként csak mondom, hogy a Pufinál előbb voltam ott. Pufi később jött. Gyerekek, minden fegyvert kipróbáltam. Kézibarok lőfegyver, sörét, olyan videókat csináltam, meg olyan pályákon mentem végig. Meg akarom csinálni a fegyvertartásit, és elkezdtem lőni, tanulni tegnap. Hát, kifújtuk a szakma orrát. Ennyire jó vagy ebben is? Hát nem. Ja. Nem. A maroklő fegyvert nem élveztem, mert nagyon-nagyon tűnt, meg nagyon. A különböző, hát én nem tudom, mi kell, ami a bőrrejtében van, olyannal, egy régi ilyen nagy koltokkal. Mobiltelefon. Láttátok megvan. A ravasz az agy és a puskacső? Abban van az a
Mi az a, az a baromi nagy fegyver, tudod? Az az 5.0-as, az a... A FAU 2. Nem. A fegyver vagy csöve? Tessék, ne, mindegy. Az nem, mondja. Nem tudom, hogy melyik az a fegyver. De ez egy puska? Nem, ez egy hatalmas nagy kéziágyú, egy maroklő fegyver, aminek iszonyatos nagy kalibere van, és azt veszi elő, és le van krómozva, az a Desert Eagle. Desert Eagle, így van. Azzal, olyannal is lőttem, azzal csak egyet engedtek lőni. Majd leszakadt a kezem. Hát, tessék? Drága a lövés. Nagy kaliberű fegyver, és hát nem. Egyébként viszonylag drága, tehát hogy azért nem egy olcsó mulatság ez, de... Hát gondolom, a saját fegyver volt. Biztonsági okokból baromi nagyot üt, de játszottam azt is, hogy mi lenne, ha bejönnének a házba, és lenne nálam egy ilyen igazi, ami az amerikai börtönőröknél, tudod, amit megfordít, úgy húzott föl, és minden egyes... Pumpálos Remington. Pumpálos Remington, minden egyes lövés után húzol egyet, és töltesz. És mozgó célpontra lehetett lőni, tehát fekvőre, állóra, fémtávra, és mindig mondta az ember mögött, hogy most hova kell lőni. És a játék az volt, hogy figyelj, most felúztam magam, benn vannak a lakásban, és onnan indultál a pályára, és ami mozog, minden. Rakjátok ki a lyukas céltáblákat, jön Balázs legyen sikerélménye. Ami mozog, minden, és utána még végig malacra, jövő, balra malac, jobbra mozgó malac. Malacot ne lőjünk. Hát ilyen, mit tudom, tudod, ilyen csak egy céltábla, de malac alatt. Sörétesen ne lőjön, mert ezt nem lehet felhasználni jól a húsát. A sörét az szétviszi, igen. És utána végén még trap, meg korong, meg mit tudom én minden. Na és jó vagy nem vagy jó? Hát mutatok videót. Igazából jól ment. De már az a kérdés, hogy te eltaláltad, vagy csak maga az élvezet? Tehát körbeforogtál, mindenki hasonfekült már. Értem a kérdést. Hát szeretném, ha megnézed azt. Na, add ide. Ott a kezemben. Azt a kis mordájt ott a kezemben. Azért az nem gyenge. Ezt nem hiszitek el, ez egy tízes gázcső. Tízes gázcső nagyon hosszan. Nagyon kemény volt. Ott voltunk 2-től este 6:30-ig folyamatosan lövöldöztünk. De mindenre. Tehát van egy kollégánk, ő egészen megszállott, hozott még második világháborús fegyvereket. Azzal nem lehetett volna lőni, de természetesen azzal is lőttünk. És hát mindenre. Ami mozog. Aha. Ha elindítod a videót, akkor ott látszik, hogy miféle pusztítást lehet azzal csinálni. Beakadt a lőszer. Egyszer beakadt a lőszer, és akkor újra kellett tárazni. Kár, hogy nem jöttél, nagyon jó volt. Majd legközelebb. Nagyon jó volt. Gyerekek, ott hagytunk egy kisebb készpénzösszeget. De megérte, mi? Tessék? Inkább egyszer megyek, mint kétszer. Igen, de már az élmény az óriási. Egyébként azt tudni kell róluk, hogy olyan csomagokat raknak össze, amikben gyakorlatilag mindenki megtalálja az igényének megfelelő fegyvert. Tehát, ahogy azt Balázs is elmondta, egészen kis fegyverektől, egy ilyen kis 22-estől, egészen mondjuk a 357-es Magnum, még a pumpálos Remington AK-47. AK-47-tel is. Sorozat polgári lőfegyverében nincs sorozatlövés, tehát nem tudsz így hatalmas tárat beraktam, hogy tüdüdüdüdü, hanem mit tudom, 8-10. Tehát nincs sorozatlövés, ezt nem engedik. Úgyhogy csak amikor elmentek kávézni, akkor én át azt állítom. Igen. Most nagyon jó a videó, amit mutattál. A emberünk ott áll mögötted, aki nyilván ért hozzá, próbál magyarázni, hogy a hangot nem hallottam, de az van, hogy te támadhatsz. Lehet, te támadhatsz. És Bali kiugrik egy fedezék mögül, ugye filmre illő a történet, szerintem ha valakinek ezt odaadott, csinál belőle egy teljes mozifilmet, kiugrik egy fedezék mögül, te fordítva fogod a puskát. Én bal kézzel, tehát én így fogom, nem így, én balkezes vagyok, igen. És a balkezesek fordítva fogják? Én fordítva fogod. Tőle? Persze, nekem fordítva kell, meg fordítva töltök, mindent fordítsen. És kiugrik egy fedezék mögül, közben áll egy picit, tehát ha ő ellenséggel találkozna, már rommá szivatnák egyébként. Kicsit áll, megnézi a fölbukkanó kis dolgokat. Mert emberünk elmondta, hogy kicsi apró lépésekkel kell menni, hogy a fegyvernek a mozgását ugye kiegyenlíts, és azért mennek így a komandósok is, tudod, hogy kicsit lehajolnak, hajlított érdés, egy tyúk lépésbe. Mert akkor ugye nem kiegyenlítődik a fegyver mozgása. Nagyon kemény volt. Tehát első szabály, nem rohangálunk puskával, mert nem találunk el semmit. Igen. Hát meg vannak egyéb szabályok, hogy nagyon sok. Hogy ugye egy bohém felfogású emberről beszélünk ebben a pillanatban Balázs személyében, azért itt, hogyha mondjuk egy picit túl bohémkodja az ember a dolgot, akkor rögtön haza is küldik. Tehát, hát az egész úgy indult, hogy az egyik barátomra, aki eljött, rá kellett ugrani, mert lőtt kézi fegyverrel egy ilyen hatalmas, vagy nem tudom, 45-ös magnummal, vagy mivel, és ugye fölütötte. A kiütötte a kezéből, de úgy ütötte ki, hogy fölfelé. Akkor átránt a fegyver. Egyébként tényleg két kézzel meg kell fogni, mert kiüti a kezedből. És egy sárkány repülő lefordult balra. Igen, az csak hagyja, hogy leesett egy utasszállító, de hogy ő ezt még egyszer eljátszott, hogy de jó, hát nézd így fölre. És a háta mögött elkezdett hadonászni. Emberünk azonnal. Hogy jó, akkor most üljünk le 5 percre, kicsit nyugodjunk meg. Így indult az egész. Nem magyarázom a lényeget. A lényeget. Csak a lőtérfejlődésnél sokkal durvább. Mondta, hogy egyszer volt egy csapat, aki lőtt, csajok lőttek, 50 csaj,
fogta, lány ráfogta a célra a fegyvert, az is mit tudom, nem tudom milyen, mit tudom, milyen maroklő fegyver, lőtt egyet, és a hüvelye, hogy kiugrott, beesett a dekoltázsába, ami nem lett volna baj, de forró az a hüvely, ami ugye kiugri, és azonnal be a csajnak a dekoltázsába, aki lőtt, a forró hüvely. És a csaj a fegyver, és elkezdett hadonászni a telibe vert, 8 töltényel betárazott fegyverrel, ott állt mellette 30 nő, akik szintén elkezdtek sikítozni. Emberünknek csak arra volt ideje, hogy rávetődött a csajra. Én is vetődtem volna, és valahogy 30-as csoportban csak találsz valamit. Igen. Azért, amikor egy nő hirtelen beesik a dekot, csak véletlen húzzon rá egy kicsit, tudod, és elkezdett így forogni mindenhol, hogy segítség, ezt vegyék ki belőle, egy csőre töltött fegyverrel. Te nem próbálkoztál ilyennel, lőtte egyet, jaj, van még egy ja, ne, azonnal rádugrik. Ne, ő egy ilyen elég szögletes, tudod, lassan mozgunk, nem csinálunk semmit, nem lövünk egyszerre, tehát szigorú oktató bácsi volt. Az életekkel, illetve engedéllyel játszik. Igen, tehát szeretne még egy darabig ezzel foglalkozni. Igen. Na és melyik volt a legjobb? Nem tetszett a maroklő fegyver, csak a puska. A puskában minden. Tehát az AK, ez a felhúzós, mit tudom én, mi lőttünk 4-gyel vagy 5-tel, lőttünk olyannal, ami nem vetít ki piros pontot, csak a célzójába látsz piros pontot. Aha. És azzal kell becélozni a vaddisznót. Nagyon jó, nagyon jó. Trap, korongot is lőttünk, minden. Az a fellövős? Az a fellövős, akkor kilövik neked magasra, előről, aha, alul, nyúlfutásban kilövik neked, és minden. És kilőtted őket? Azokat jobban eltaláltam, igen. De jó, levezeti a feszültséget. Tehát amikor így mész egy lőtén, és ő hátulról üvölt, hogy mozgó célpont, álló célpont, lefele, fölfelé lőjél, és belengesz 8-10-et, és oda képzelsz valakit, remek egyébként. És magad előtt nagy király vagy utána? Tehát, igen, hogy mész haza, nem, nagyon kicsit hátrébengeded a bárba. Nincs ez a vadnyugati érzés. Nincs, hogy besétálsz a bárba és kérsz egy rumot, és uram, ez a kassa, itt csak fizetni szokták. Igen, két rumot. Igen. Nem, egyszerűen annyira levezeti a feszültséget, hogy, és annyi adrenalin termel közben, hogy egész egyszerűen jó érzés. Tehát, hogy így elfáradsz tőle fizikailag, no, tényleg fárasztó. Mindig azt szokták mondani, hogy kimész gyakorolni, például a Hungaroring mellé van az a vezetés technikai tréning, hogy most már aki végzett általában, az nagyon jó. Már maga szerint, saját maga szerint, és amikor végzel, akkor mész hazafelé, és nagyon csapatsz az autóval, na akkor szokták összetörni magukat, hogy van-e ugyanez nincs a fajta ilyen, érzés. Nincs, mert azért ott fegyver van, mindig lassan mozogsz, nem kapkod, tudod, tehát nincs ez a fajta. Hú, de jó. Hanem ilyen feszültség kiengedés, de tényleg nagyon jó volt. Kár, hogy nem jöttél, sokat nevettünk. Jövő hét. Jövő héten mész? Jövő hét, igen. Lesz egy speciális alkalom, és akkor annak szenteljük majd ezt a dolgot. Boldog születésnapot. Jaj, köszönöm szépen. Ja, és nem, marhára nem. És ráadásul itt azért olyan bemutatókat is lehet látni adott esetben, hogy ezek az emberek annyira kőprofik, hogy az valami hihetetlen. Egyszer láttunk amúgy közösen egy bemutatót, ahol a sörétes fegyvernek a hatásfokát villantotta meg előttünk egy kicsit az úriember, és hát ő ugye 4-ből 4-szer talált általában, de konkrétan bontott vele. Konkrétan bontott vele, vizes palackokra lőtt, stb. És hát azt gondolod, hogy a filmekből azt látod, hogy akkor vizél lő, és akkor az oda megy, ahova egyébként szánja. Nem, marhára nem. Tehát, hogyha életedben először van a kezedben mondjuk egy ilyen pumpálós fegyver, egy ilyen sörétes, akkor hát az nem fog oda menni, ahova te szeretnéd. Viszont az ember kőprofi, tehát látszik minden egyes mozdulatán, hogy ez az élete reggeltől estig gyakorolja évek óta, hihetetlen jók. Hihetetlen jó. Ugye Robi a kérdezi, lövöldöztél hazafelé az ujjad? Igen, illetve belítőre ezt kérted a dugósokat. Hogy a logosokat, bam, bam. Halott van. Igen. Átmutattam egy másik kocsiban, bam, halott van. Nem értették, ez hülye. Ez még csinál. És volt ilyen. Csak stricikre, mint a Robert De Niro, a taxisofőr. Lefújtam a csövet után, és zsebre tettem az autóba. Nem értették a mozdulatot. Ah, de nem, tényleg jó móka volt. Megcsinálom a fegyvertartásit, eldöntöttem. Csinálj, lehet, csak ne hozz be ide. Nem, az már viselési kell. Tehát igen, persze, de a fegyvertartás, ez mi, otthon lehet? Otthon lehet, igen. De zárt szekrényben. Zárt páncélszekrény maga a fegyver, aha, zárt szekrényben maga a töltény. Azt külön kell tárolni nyilván. Aztán valaki matat az ablakot előtt, akkor kimész kicsit körülnézni. Egy sörétes sörét. Pont össze volt szerelve. Hát bíró úr, hát nem, hát milyen lassan jött be az a betörő, pont össze tudtam szerelni. Igen. Hány ilyen van? Fél hét van pontosan, hogy állunk játékkal? 3-1. 3-1-re megyünk. Akkor viszonylag jól? Én úgy emlékszem. De javítsatok. Igen, jelen, igen, Anna megírta. 3-1. Tegnap Feri, te játszottál Lacival. Laci nagy lendülettel indult, azt írja Anna, de kimondta az igent. Egy 5 másodpercig lendült. Úgyhogy, hát szépíteni lehet, és egyéni ajándékcsomagért még lehet küzdeni. Tessék nyugodtan nekünk írni SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
Na csak azért, hogy mindenki felébredjen, jó? Ha már nem jutottunk el a Slash koncertre, akkor egy kicsi Guns. Bár most olvastam pont vele egy interjút, és egyetlen egy dolgot nem lehetett tőle kérdezni, a Gunsról semmit. 10 percet kaptak az újságírók, és mindent lehetett kérdezni, Gunsról nem. Úgyhogy, tessék? Elege van. Nyilván elege van, persze, meg hát ott nem annyira jó a viszony, igen. De azért ez még mindig jól szól. Meg hát a jogdíjakat így is megkapja, meg azért fut neki annyira a szekér, hogy ne legyen szüksége egy ilyen újraalakulásra adott esetben, de szerintem azért előbb-utóbb ez be fog következni. Szerintem Axel jobb arc lenne, ő menne. Itt az Axel az, aki nagyon fúj mindenkire, meg nagyon utál mindenkit. A Slashben nincs harag. Az Axel hülye, szerintem őrült meg teljesen. Pedig szerintem el fog jönni az a kor. Igen? Így alapvetően, amikor már egy picit megöregszenek, már ugye hiányzik nekik még egyszer utoljára. Lehet őket még szerintem majd színpadon látni. Axel azt mondta erre, hogyha még egyszer újra összeállnának, akkor az eddigi munkája az tulajdonképpen tönkre menne. És ők már ezért nem fognak összeállni. Mert ha újra összeáll a Slash-el, az azt jelenti, amit az Asbáikkal csináltak, az tulajdonképpen kuka. Mert akkor beismeri, hogy a Guns az a Slash-es Guns, meg a Duffa, meg az Easy-vel, meg stb. De hát az a Guns. Az a Guns, de hogy neki most már annyira ez a zenekara, hogy őket nem akarja ezzel elárulni. Mert akkor az elmúlt 10-15 év menne a kukába, azt mondja, ha ő újra Slash-el zenélne. Ezt nyilatkozta egyszer. Hogy emiatt nem. Emiatt nem. A Guns ez most ez a Guns. Hát ha elfogy egyszer a pénz, de vagy valami, tudod, elfogy egyszer a költségvetés. Azon, hogy így is teltházas koncerteket nyomnak. Igen. Most látom, hogy Ausztráliában vannak, vagy hol, kétszer Sydney, háromszor Melbourne, tehát hogy olyan teltházakat nyomnak így is, hogy ez mindenkinek a fiatalsága, egyfajta generációs élmény a Guns. Tehát, hogy én is elmentem, pedig Asbát meg ott aztán senkit nem nagyon szeretek onnan. A nagy Guns-t igen. És csak az Axel van benne, meg a Dizzy, a billentyűs. Aha. Vannak új dalok? Egy lemezük van. Ja. Egy lemezük van. Nem ismeri senki, mi? De azért arról már lehet ismerni dalokat. Van egy-két jó. Van egy-két húzós. Én is húzós dal. Annak idején egy dal, de hát igen. Szerintem túlegózza ezt az egész történetet. Számtalan előfordul már az, hogy nagy zenekarok, nagy évfordulókon összejöttek, és akkor gyakorlatilag a színpadra jött a zenekar történetének összes zenésze. Az a baj, hogy az Axel azt gondolja, hogy ő a Guns N' Roses, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag ez az egész történet csak róla szól. Nem, a zenekarnak voltak különböző korszakai, különböző zenészekkel, zenészek jöttek, zenészek mentek. Persze, ők már egyébként a User Illusion turnén is nagyon rosszba voltak. Tehát az Axel külön ment, nem ment velük. Ő nagyon sokat drogoztak a Slash-ék, a Duff-val, meg ugye még a Steven Adler, de ő már ugye utána nem kivált, hogy kirúgták a túl sok kábítószer miatt, és akkor jött a Matt, mint dobos. De hogy baromi sokat drogoztak, az Axel meg mindig ilyen nagy drogellenes volt, és ő leírta egyszer, hogy ő tulajdonképpen ezért is utálta meg a Slash-éket, mert mind egy-két évig úgy járni emberekkel, hogy masszív heroinisták, ja. És mindenhol fekszenek, hánynak, drogoznak, és ő meg ebből az egészből nem kér. Egyébként ő tényleg nem, tehát ő viszonylag tisztán piált meg csajozott, no. De nem drogozott. Azért az miért? Ahhoz már mit kell fogyasztani, hogy kirúgjanak egy olyan zenekarból, ahol Slash is van? Gondold tehát, el, ahhoz gondold el, ahol Slash melletted még drogosnak tűnsz. Igen, a Steven ugye ezért rúgták ki, mert mondták, hogy köszönjük szépen, ezt nem. Na mindegy, érdekes. Meg hát jó zene azért ez. Viszont megnézzük most a játékosunkat, hogy kivel játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk, Attila vagyok. Hello, Attila, szia, Attila. Hol vagy, honnan telefonálsz? Én Nagymányokon dolgozom, de Bonyhádi vagyok. Nagymányok. Dolgozom. Nagymányok, Jani már üti is. Üti, Tolnamegye. Tolnamegye. És mit dolgozol? Asztalos vagyok. Asztalos. Az jó, szerintem, nem? Az ember arra gondol, ez egy olyan szakma, mint az autószerelő. Mindig kell, mindig hívnak, mindig van meló, lehet, hogy néha kicsit kevesebb, de hogy az soha nem megy ki a divatban. És jó, csak veszélyes. Persze, veszélyes, nyilván. Igen. Konyha, butor, étkező, minden, amit... Igen. Nyilván ez a gyártás, magamnak mondjuk konyhabutort csinálok most. Aha.
Ez jó, hogy a fusiba leesik az ablakkeretből egy kis anyag, és stelázsi lesz belőle. Hát nézd a kutyafáját, nem egy konyhabútor van a konyhámban. Hát most mit csak tegyem ki? Hát miért te? Magam ellensége vagyok? Hát dehogy persze. Nem, hát nem így működik. Nem így működik. Persze, hát egy becsületes asztalossal van dolgunk. Hogy... Természetesen. Jól van. Kivel szeretné játszani? Hát mi az? Balázsa. Ez elmaradt az indoklás. Hát mivel? Nem veled, te nagy fej. Jó. Nincs tétje, hál' Isten. Mondjál? Felével szerettem volna, de jó játszott, így Balázsa. Lebeszélted rólam, Anna? Oh. Anna finoman terelgeti azért a játékosokat. Játszom mindenki is azért, ne figyelj, csak a Feri. Én abszolút nem vagyok Feri így. Tehát abszolút nem. Átengedem. Ezt gondoltam. Nem. Nem? Hát most már téged választott. Jó. Lett volna kedve, meg milyen? Balázs. Jó, játszunk. Ja, Janitól kicsit tartok, mert kicsit túl szigorú. Ő kemény. Még Balázs is kemény. Mostanában nem hozom annyira a pontokat egyébként, úgyhogy nem vagyok annyira. Most sem utálj. Jó, 3-1 van, úgyhogy nem fogok annyira küzdeni, megígérem, jó? Remélem. Kislányom, örülnének egy bögrének. Hagyjuk a lelki terrort. Négy éves a kislányom, most megy óvodába. Nagyon örül egy bögrének. Egy éve nem az. Érzem én, hogy igen, megpengedted ezeket a húrokat. Meglátjuk, kezdjük, jó? Oké. Jani? 3, 2, 1, fire! Más, hogy sikerült a fánk, amit csináltál a héten? A fánk? Az. Fiadnak is lett? Nagyon rosszul sikerült. Mindent elrontottam, amit csak el lehetett rontani. Szörnyű lett. Ki kellett dobni. Tojás rántott a ízelet. Beleraktam 6 tojást, de hogy minek, fogalmam sincs. Szoktál sütni? Én? Általában, szoktam. Mit szoktál? Mi a kedvenc, hogy mit csinálsz jól? Hát, süteményeket mondjuk párom szokott néha-néha. És a feleséged? Mi van a feleségemmel? Ő szokott sütni? Feleségem? Nagyon ritkán. Ritkán? Biztosan? Nagyon ritkán, szinte soha. Miért? Ha főzök, akkor inkább én főzök. Hogy? Utálja, az az igazság. Az nem létezik. Aj, de szép volt! Hát pedig... Micsoda csata! Micsoda küzdelem! Micsoda nemes harc! Jó volt! Ez tetszett. Szép tetszett. Kapaszkodnom kellett, hogy nem mondjam ki. Annyit kérdeztél, hogy már kezdtél nagyon idegesíteni. Tényleg, masszívan támadtál, ügyes vagy. Megérdemelted volna, sajnálom. Próbálkoztam, de... Mennyi volt még? Mennyit kellett volna még kérdezni? Hát még 20 másodperc. 20 másodperc. 40 körül durrantottad be, de egyébként nagyon ügyesen játszottál, mert a szokásos elhallgatok és keresgélem a szavakat típusú játékot toltat, hanem így lendületből raktad be az egyéb szavakat. Az utóbbi idők egyik legjobb játékosa vagy, Attila. Munkatársaim szétszednek. Ők is jelentkeztek, aztán nekem sikerült, fungus végem lesz. De ne hagyd magad, mert ez most érdemtelenül lenne. Tényleg jól játszottál, és ügyes voltál. Annyira mondtad, hogy végül is belehergelted magad egy nembe, de kiváló játékos vagy. Most tudom, hogy ez nem vigasztal, de ezzel tudunk elengedni. Nem vagyok egy dumagép, de... Nem, ez most kifejezetten jó volt. Attila, köszi, hogy játszottunk. Én köszönöm. Hello, szia. Jó játékos volt. Nem? Ügyesen játszott. A jó játékos az, aki megnyeri. Köszönöm. Hogy tényleg jó volt. De szép volt, Feri. De nem, egyébként szerintem tényleg ügyes volt. 7 óra múlt, 1 perccel. Annyi minden történt a nagyvilágban, hogy újra jönnek a hírek. Aztán itt vagyunk mi is. 4:08 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. 0-36-145-00-00 ez a Morning Show SMS száma. Reméljük mindenki tudja a közlekedésnek. Nagyon-nagyon örülünk már, mint közlekedési híreknek. Van egy hallgatónk. Hello, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt mindenkinek! Hello, Emőke! Szia! Szervusz! Azért telefonáltam, illetve küldtem SMS-t, mert most már felháborító, ami a Veresegyház Budapest vonalon történik a vasúton nap, mint nap. Fél órákat, negyed órákat, 20 perceket késnek a vonatok. Most is kocsiból láttam ugyan, de Csomád állomáson, nyílt pályán két mozdony is állt, két vasút szerelvény. Hogy az utasok ilyenkor mit csinálnak, és hova tudnak menni, fogalmam nincs. Buszmegálló a környéken nincs, úgyhogy hát nap mint nap így bejárni munkába azért igen nehéz. De mi történt? Megállt a vonat? Vagy állnak a szerelvények, hol felső vezetékszakadásra hivatkoznak, hol váltóbefagyásra. Tehát minden nap van valami kifogás, nyafogás, csak hát így az embereknek azért a munkahelye kétséges, mert nyilvánvalóan a nap mint nap előfordul, már nem fogják elzúni. Hát igen, nektek meg be kéne érni. Igen, legfőképp. Én szerencsés vagyok, mert én a kocsival jövök, illetve volán buszjárat, hogy bocsánat, reklám volt.
Tehát más eszköt használok arra, hogy munkába járjak. És még mindig állnak a vonatok jelen pillanatban? Már én meg közben beértem Pestre. Ja, beértél. Aha. Igen. De hogy akkor van egy kis fennakadás a Budapest Veresegyházban. Tegnap is a párom 3:45 állt az állomás Budapesten. Akkor Pest felől nem mentek a vonatok. Úgyhogy ez már napi rendszerességgel történik. Jó lenne, valaki lépne valamit. Nem őke, jó, hogy elmondtad. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszi, ciao. Köszönjük, szervusztok. Hello, hello. 37-es fő út Szerencs felé, akkor a kátyúk, hogy gyökeres fákat lehet beültetni. Egy hallgató. Csak aztán rossz kerülgetni később. Igen, picit bonyolultabb a közlekedés. Az 53-as úton a 12-es, 13-as kilométer szelvényben Solt és Akasztó között egy kitört kerekű kamion parkol egy kanyarban. István a díler küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És Kalocsa 51-es út mérnek, de sajnos még nem a dinnyét. Mínusz 1 fok van. Szabi, köszi. 64-es út, több helyen tükörjék, ezt pedig Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Gánszám nagy sikert váltott ki, igen, hát ez egy váratlan húzás volt, mármint, hogy nem ez a zenei profilunk. De egyszer-egyszer csak, hogy felrázzuk például a rock hallgatóinkat, vagy a rockot szerető hallgatóinkat. Ők erre így felkapják a fejüket valószínű, hogy ho-ho, hallod? Megnézed a frekót, hogy átugrott valahova. Igen, hát ilyen típusú rockzenét azért kevés rádió ad. Igazából. De hogy ezt adnánk reggeltől estig, akkor meg mindenki a Gangnam Style akarná hallgatni. Hát igen, igen, igen. Egy rockrádió Magyarországon bármilyen fura, de nagyon hamar feldobná a lábacskáit. Volt budapesti székhelyű. Voltak próbálkozások, igen. Igen, 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 igen. Hát eleve a piac kicsi, abból még kihasított csak a rock szeretőket, hát ez maximum Amerikában él meg. Ott elkecseg egy, mit tudom én, egy 20-30-40 millióval, az már nem olyan rossz. Ez egy kis hallgatottságú adó. az nem annyira rossz, igen. Füzesabony és Debrecen között a 33-as út hatóságmentes, ez pedig aszfaltülke, küldte nekünk valamint éles sarok, rendőrök irányítanak, nincs dugó. Köszönjük szépen. Hallottatok erről a rendőrüldözésről? Engem ez annyira érdekel, mármint, hogy nem rendőrt üldöztek, hanem a rendőrök üldöztek, hogy egy gyáltól Budapestig egy autós csütörtök hajnalban. Kíváncsi lennék itt a kulisszatitkokra, hogy ez hogy megy? Maga az üldözés. Milyen felhatalmazásuk van? Mit csinálhatnak? Hogy riasztják a másik autót? Keresztbe állnak előtte? Megpróbálják leszorítani? Lehetnek annyira határozottak, mint például az amerikai rendőrök, akik azért ugye átlátni ilyen dokucsatornákon, meg ilyen ismeretterjesztő csatornákon, hogy nem szórakoznak nagyon. Képzeld el, tanítják azt, hogy kell neki meglöknöd az előtted haladó autó hátul. A fenekét hogy kell kitenni. Hogy, igen. És erre, tehát a rendőrképzés alatt erre van külön kurzus, autófenék kitétel. És akkor az amcsi rendőr ezt tudja, hogy a magyaroknál van ilyen? Ez igen, érdekes a dolog. Így gyáltól Budapestig üldözték. Hú, már milyen izgalmasan hangzik egy. Gyál Budapest. Filmforgatók, hogy iránt. Gyál Budapest tengely. Egyszerűen abból indult a dolog, hogy igazoltatni akarták a férfit, aki nem állt meg, hanem továbbhajtott. És elkezdték követni a járművét. Az akcióban egyébként becsatlakozott több rendőrautó is. És Budapest több kerületét érintve a 9. kerületben sikerült elfogni a sofőrt. Kiderült egyébként, hogy egész egyszerűen csak azért ment el, mert hogy nem eltiltották a járművezetéstől, és ezért nem akart megállni. Ugye ezért nem engedtem. Jót ezzel nem tett magának jót ezzel. Igen, de mivel reménykedik? De ehhez az, hogy mire számít. Tehát, hogy akkor elhúz, és akkor majd átlépi az ország határt, és akkor kilép Ausztriánál, és akkor majd körbe menj, és visszajön Ukrajnából. Tehát, hogy soha nem kapják el. Hát meg kell állni, azt kész. Persze, nyilván meg kell állni, hát meg kellett volna állni, de nem autókat tört össze, rendőrautó tört össze. Nagyon sok nagy kár keletkezett egyébként. Egy 42 éves pali volt, mint utólag kiderült. Hát ez már ugye. És 15 kilométeren keresztül üldöztél. Mit tud ilyenkor csinálni egy rendőr? Például, ő beszól a többieknek, hogy hol tart éppen is jöjjenek, vagy álljanak elé? Vagy van, aki vezet, van, aki meg folyamatosan tudósít, és mondja, hogy most éppen hol vannak? Hogy zajlik ez? Észleled az eseményt. Igen. Sanyi, hát ez elmen mellett. Hát ez elhúzott az anyja, jó hát Isten. Hát 50 elment, szóljunk. Nem ilyenek ne, most már. Nem szegények. Hát leadják a speciális kódot valószínűleg. Van egy kód, és akkor azzal gyakorlatilag jelzik, hogy a belső rendszeren keresztül, hogy mi történt. Azt mondják, hogy Mad Max, vagy azt mondják, hogy Cobra 11, és akkor már bent tudják, hogy mi következik. Üldözés. Van egy ilyen hívószó? Biztos, hogy pacsírt a három, és azt jelenti, hogy kirepült a kis madár, és akkor el kell kapni. De ez egyébként rendőrként izgalmas lehet, nem?
hogy üldözöl egy autót. Ez felelősség teljes is, mert nyilván ő ugye nem 70-nel ment, ez az autós, hanem nyomja, mint az állat, te nyomod, mint az állat a rendőrautóval, ott valaki eléd lép. Például Gyömrőről jössz be, ott van olyan út, amit le kellett. Most mi van a jó. Hogy például ott nincs olyan, hogy azt mondod, hogy megy, üldözzük a piros színű ladát Gyömrőről, hogy álljatok be a Gyömrői útra, és zárjátok le. Ugye, hogy ő hogy jött el idáig? Na ez a kérdés, hogy tényleg, vagy ha például az autópályán üldözöd. Hát ugye valahol ő mondjuk lemehet a Nagybaninál, vagy valahol, de megy végig az autópályán, hát akkor oda tud szólni, hogy az elejére már álljon ki két rendőrautó. Ők már fegyverrel állnak ki ilyenkor? Tehát például hallják, hogy jön az üldözött autó. Mögötte egy rendőrautóval. Ők megcsinálják ezt a klasszikus kordon. Még ezt nem sűrű látsz ilyen. Akkor ők oda már, mint az amerikai filmek, áthajolnak a motorháztetőn és fegyverrel várják? Nem valószínű. Nem, ugye? Ez utoljára Gumikacsával történt a Konvoj című filmben, amikor a kamionokat próbáltak elkapni. Meg hogy csak speciálisan képzettel küldözhetnek? Meg mondjuk, hogyha más feladata van éppen, akkor bekapcsolódhat? Tehát mondhatja azt, hogy itt a 213-as, a 213-as trafiból váltok üldözésbe? Hát igen, mondjuk, ugye, igen, tehát tényleg, hogy az igazoltató rendőr, akkor minden rendőr ki van erre képezve, hogy ő tudjon üldözni? Egy sima igazoltató rendőr is akkor tudnia kell autót üldözni. Vagy csak vannak az elfogó vadászok. De azt nem hiszem. Speciális. Azt nem hiszem. Mert ugye akkor ez milyen, hogy ott marad, leadja a drótot, de akkor valakinek utána kell menni. Hmm. Tehát valakinek el kell kezdeni üldözni. És ha utól értette, meglökheted, úgy, amiről beszéltünk, igen, hogy ugye a hátulját meglököd, akkor kifordul? Vagy a magyar rendőrnek ez nem lehet? Ugye mennyi kérdés? Hi. Igen. Hogy ugye? Hogy riasztják-e vajon a felpiszkált szuperbeket? Igen. Na mindjárt segít nekünk Garambölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Már ilyen korán, frissen, fiatalosan? Hát ez... Igen, igyekszem. Na, hol kapcsolódtál be a beszélgetésbe? Annyi kérdésünk van, meg annyi felvetésünk, meg teóriánk egy ilyen rendőrs üldözéssel kapcsolatban, ugye a napokban történt ez a Gyál Budapest járaton, mondhatni. Nyilván hallottál róla? Igen, persze, csak a most kapcsoltak. Most tudsz, nem tőlünk tudod meg a hírt. Elég nagy baj lenne, hogyha most hallanám tőletek, de persze. Beszélgetéseteknek csak a végét tudtam elcsípni. Na, ez hogy működik? Parancs, hogy mi a kérdés? A kérdés az konkrétan az, hogyha például egy rendőr igazoltat, és ahogy ez az eset is ugye történt, emberünk nem áll meg, nyom egy padlót. Ilyenkor az igazoltató rendőr az, aki üldözni kezdi, vagy beszól, hogy tőle megszökött egy autó, és jönnek azok, akik mondjuk erre vannak kiképezve. Hogy működik ez? Hát mind a kettő, természetesen a rendőrségi törvény és a szolgálati szabályzat alapján az igazoltató rendőrnek a megkezdett intézkedést be kell fejeznie. Tehát ebben az esetben ugye haladéktalanul üldöznie kell, mert az 51. paragrafusa pontosan ezt teszi lehetővé a rendőrségi törvénynek. Tehát, hogy a rendőr akár még útzárat is alkalmazhat, de ez a passzus deklarálja azt egészen konkrétan, vagy hatalmazza föl a hatóságot arra, hogy megállításra kényszerítse. Ugye a járművet és a jármű vezetőjével szemben eljárjon. Aztán itt három paragrafussal később már részletesen is ugye az 54. szakaszban ezt leírja. Ez akár még lőfegyver használatig is elmehet, ugye? De ez a nagyon kiemelt és súlyos bűncselekmény elkövetése esetén. Ugye föl van taxatíve sorolva az a hogy tízeset, mikor lehet. Amikor... Így van. Erre van egy forgatókönyv a rendőrségnek, hogy az, aki üldöz, az ilyenkor jelenti, hogy merre mennek, és akkor ilyenkor lezárják az utat, szembe jönnek vele, megpróbálnak kicsit elé kerülni. Hát gondolom, ez egy ilyen bevett forgatókönyv alapján zajlik, nem? Hát lehet forgatókönyvnek is nevezni, inkább én a szolgálati szabályzatra hivatkoznék. Ott egyébként részletesen leírják ezeknek a metódusoknak a pontos menetét. Tehát ugye itt a megkeresésben úgy írtátok, hogy protokoll, tehát én ezt úgy mondom, van egy szakmai protokollja, amihez persze hozzátartozik, hogy a járőrnek ilyen speciális, nem csak vezetés technikai tréningeken kell rendszeresen részt venni, hanem ilyen technikai megoldásokat is ugye a gyakorlatban, hát készségszinten célszerű alkalmaznia. Például a rendőr meglökheti hátulról, hogy amerikai meg ilyen csatornákon látni, hogy üldözi a rendőr, és ott tanítják, hogy meglöki az autó fenekét, és akkor az autó valamire kisodródik. Erre a magyar rendőrnek van lehetősége? Lehetősége van, de ugye megint csak erre a szolgálati szabályzatra kell hivatkoznom, mint legfőbb jogforrásra,
ugye ott nagyon pontosan leírja a jogalkotó, hogy úgy kell az üldözést végrehajtani, hogy a közlekedés biztonságát ne veszélyeztessük, és még más ilyen kritériumok is vannak, és hát természetesen az üldözöttnek sem lehet veszélyeztetni a biztonságát, ha egyébként nem olyan magatartást tanúsít. Tehát ugye mondtam, hogy elég drasztikus intézkedést lehet vele szemben alkalmazni, de hát ugye ezt preventíve meg kellene előzni. Azért mondtam az útzárat, mert egy picit elsiklottunk, de visszatérve oda, hogy az intézkedés megkezdésekor a rendőr, ugye természetesen amikor menekül a járművezető, akkor értesíti a kollégákat, tehát egy fejlett kommunikációs rendszerünk van, ez az EDR hálózat, és akkor nyilvánvalóan a minimális kockázat vállalásával, de technikailag... És például ő töri össze az autókat, menekül egy szűk utcában, egyik autót töri a másik után, akkor a rendőrnek még mindig arra kell tekintettel lennie, hogy ne veszélyeztesse a menekülő ember testi épségét, még összetört már 10 autót, nem tudom, veszélyeztette még a gyalogosokat, nem bánt senkit, csak próbál menekülni. Hát ugye ez azért nem így van, hogy nem bánt senkit, mert a másik paragrafus, amit említettem, az 54. szakasz, ugye ott pontosan erre utal a jogalkotó, igen, bölcsen. Tehát amikor a közvetlenül fenyegeti másoknak az életét, biztonságát, vagy a közbiztonságra már közveszély okozás szintjén veszélyes, akkor nyilvánvalóan, hát erre is volt Magyarországon példa, de nem azért az akciófilmek szintjén, hogy le lehet adni lövést, ugye csak az, tehát a gumi, jármű gumiára, de kimondottan, ugye az nem fegyverhasználat, tehát az tárgyra leadott lövés nem ennek minősül, de én azt ultima rációként, végső esetként gondolom, volt erre példa, eredményes is volt, tehát, de itt megint azt kell figyelembe venni, hogy hol fog bekövetkezni ez a durzdefekt, tehát ugye arra is számolni kell, hogyha kilövi a kerekét, és ez sikeresen ugye megállítással jár, tehát eredményes lesz az akció, akkor a jármű vezetője esetleg nem okoz-e még nagyobb problémát, tehát ez nagyon körültekintő. Azért mondom, hogy inkább a kommunikáció és a végső eset az útzár, mert azt arra találták ki, hogy az biztonságosan meg tudja állítani az álmokfutót. Ilyen mesterséges dugókat például nem tud a rendőrség csinálni, mert ezt Ausztriában csinálják. Mondjuk vannak de dugók, nem kell mesterségesen létrehozni, de hogy Ausztriában csinálják, hogy belassítják a forgalmat, és egész egyszerűen nem tud hova menekülni. Ilyet csináltak? Van. Ez a technika Európában ismert, és be van gyakorlat, lehet ilyet csinálni. Nálunk ez egy állandó állapot a budapesti utakon. Így van, folyamatos gyakorlás. És ha ez üldözés is hozzájön, akkor elég nagy a káosz. Aha. Hát igen, csak ott ugye ez egy jó dolog, hogy belassítják a forgalmat, szépen megáll, nem tud hova menni, és akkor utána meg is van anélkül, hogy mindig összetör a százalatot. Így van, tehát mesterséges tolaszokat is lehet, ez is benne van a szolgálati szabályzatban, tehát van egy-két ilyen technika. Ilyenkor egyébként kitéríti meg a kárt a vezető, mondjuk összetör 15 autót, akkor nyilván ezt ráterhelik, nem? Igen. Tehát van egy büntető eljárás, amelyben egyébként lehet polgári jogi igényt is megítélni, de a normális menet ennek a kártérítésnek ugye a polgári jogból indul ki, hogy az okozott kárt az okozójának kell megtéríteni, és erre van lehetőség. Természetesen és rendszerint a bíróság ezt meg is ítéli, az más kérdés, hogy hogyan lehet érvényesíteni, vagy behajtani. Arra tudsz valamit mondani, hogy milyen hívószavak vannak ilyenkor? Csak egy kicsit belelássunk a rendőrség életébe. Tehát egy pacsirta egy hívja, pacsirta kettőt, menekülő nagyvadár, vagy így hogy csúcsú. Hogy kommunikáltok? Vannak ilyen hívószavak, hogy sas leszállt, pacsirta három, gyáli út M5? Hogy szólítják ezt? Ez akciófilmek szintje megint nem. Vagy hol vagy János B-ben? Vannak, és ebben az esetben ugye szakszerűen, lényegvetörően kell fogalmazni, tehát ilyen... Mondj egy konkrétumot, Laci, csak hogy tudjuk, hogy... Hát, hogy... Semmi, hát bejelentkezik, minden autónak van természetesen egy hívószáma, bejelentkezik, de egyébként az intézkedést még nyomon lehet követni a diszpécser központból, tehát bejelentkezik, és borzasztó egyszerű, hát a tényállást kell röviden megfogalmazni, hogy mi történt, tehát ebben az esetben nem állt meg az autó, és mert milyen irányban menekül a típus, stb. Rendszám, és akkor ugye tulajdonképpen itt a budapesti rendőrfőkapitányságnak a Teve utcában lévő központjáról beszélünk. Ez egy olyan logisztikai központ, amelyik alkalmas arra, hogy mozgósítsa a dolgokat, és rögtön látja, hogy Tevegy. Igen. Tehát nincs ilyen, hogy Tibi, tedd már le azt a rohadt kávét, szállj be a kocsiba, emeld fel a csegged, és kezd meg. Tehát ilyen kommunikáció nincsen például. Nincs, ez a vicc kategória. Ez a vicc kategória. Igen. Ne a Fábia vagy, gyere, az ide kevés lesz. Hozd a szupervét. Mit kap ilyenkor az elkövető például? Tudom, hogy ez már büntető jogi kérdés inkább, csak hogy nyilván érdemesebb megállni, még ha az ember el is van tiltva a jár.
járművezetésről. Tehát pont azon filóztunk itt a srácokkal, hogy ezért elmenekülni, hát ezért sokkal durvább büntetést kap valaki, mint hogy megállt volna, és rájönnek, hogy mondjuk nem tudom, tiltott járművezetés. Ez nem egyik államból a másik államba, mint az Egyesült Államok, hanem egyik megyéből a másikba. Hát ez egy kis ország, itt úgyis az lesz a vége, hogy előbb-utóbb elkapják. Persze. Tehát ez egyszer nem éri meg, nem? Én ezt a logikai láncolatot tartom helyesnek, amit most levezettetek. Tehát egyébként büntetői halmozatként lehet értékelni, tehát súlyosabban ítélni meg a bíróság az önmagatartását, a másik pedig nem pontosan az a végkifejlet, hogy esélye nincs. Idéglenesen vagy időlegesen egérutat nyerni, de lehet nyerni, de úgyis elfogják. Tehát, hogyha ezt valaki végig gondolja, de én magam is azt tudom javasolni, meg tanácsolni, hogy nem érdemes. Tehát meg kell állni, alá kell vetni az intézkedésnek magát, és gyakorlatilag ezzel elejét lehet venni a később igen szigorú szankcióknak. Ennek jobb következménye. Ilyenkor van. A rendőr, aki mondjuk elkapja, vagy sikeresen megállítja, és ezzel mondjuk életeket ment meg, kap valamiféle bónuszt, jutalmat, melegétel utalványt, bármi olyat? Rekreációs kártyát. Igen. Hát azért a rendőrség nem egy KFT, tehát... csak érdezem, hát azért itt emberi életeket ment meg például ilyenkor. Igen, de arra tett esküt, tehát itt hivatalból kell. Aha, ez jogos, az szövegünkben benne van, hogy az állampolgárokat akár még az életünk kockáztatásával is megmondjuk, és szomorú példák vannak erre a közelmúltból is. Ugye Ősi Haláthat kollégáimra szeretnék utalni, aki egyébként a fiatal állomány előtt rendkívül nagy példamutatást jelent, és példaképek is. De hát ezt ugye a szabályzat szerint el kell kerülni, tehát a rendőr a saját életét sem kockáztathatja. Végső esetben, ahogy mondtam ezt az ultima rációs jogi fordulatot, akkor természetesen mindent ugye el kell követni, mert azáltal mások életét is menti. Tehát ugye a rendőrségi törvény az erre is utal, hogy köteles mások életét is megvédeni a rendőr. Igen, ez jogos, abszolút. Köszönjük szépen, sok mindent megtudtunk. Köszönjük szépen Garambölgyi Lászlónak. Na, jaj, hamar hát gondoltam. Azon gondolkoztatok, hogy ha te egyébként szerettél volna járról a 9. kerületbe így bemenni, mint Késavajon keresztül, az életbe nem jut be. Ez az ember, aki menekült, ez így hús keresztül az egész városon. Hogy ő hogy csinálta? Tehát ha te be akarsz jönni, akkor megállsz dugóban, várakozol. Ja, értem, hogy reggel ő úgy ment, hogy elkerülte a dugót. Igen. De ez a mesterséges dugó, ez egy jó az dolog. Ez jó. Egyébként. Ez jó. Igen. Ez érdekel, ez az átadás átvétel része a dolognak, hogy ha például mondjuk Borsodabó és Zemplénben elkezdi küldözni, de átadják később a Szabolcszat már Bereg megyei kollégáknak, akkor van egy ilyen, igen. Hogy hívják, aláhívják a jogi nyilatkozatot, átvettük. Borsodabó és Zemplén kiszáll. Átadtuk, kiszáll, ugye? Igen. De szerintem egy csomó választ kaptunk szerintem a kérdéseinkre, nem? Hát a paragrafusokról sok mindent megtudtunk. Én szerintem rengeteg mindent, taxatíve és preventíve is. Én azt gondolom, hogy lemonhatjuk az ultima ráció. 7:08 múlt pontosan, 3 percen 0-30-645-00-00, ez az SMS számunk, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, 1 perc múlva, jó reggelt mindenkinek. Hello, Árpád hídon Pest felé egy kamion lerobbant, és előtte keresztben áll egy autó, két sávot lefoglalva, brutális dugó készül, megfogja az egész Szentendreit. Tehát aki Budáról Pestre akar átjutni az Árpád hídon, az tulajdonképpen felejtse el. Nem? Ne tegye. Mert nem is tudja. Ne tegye. Igen, vagy menjen tovább és próbálkozzon a Margit hídon, vagy még, ha van lehetőség, akkor menjen át a Megyeri hídon, ha Szentendréről jön, és akkor úgy valahogy próbáljon átkeveredni Pestre. Ezt most már elég sokan írják, hogy több kilométeres a dugó Budáról befelé. Ezt Katrin is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán itt megy a találgatás, hogy mi történik minden nap. Ugye egy bizonyos vonalon telefonált egy hallgatónk is, hogy a Budapest-Veresegyház vonalon folyamatosan állnak a vonatok, és nem nagyon lehet közlekedni, és most már naponta előfordulnak különböző késések. Van egy hallgatónk itt, aki tud, nekünk lehet segíteni. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, Gábor vagyok. Hello Gábor, te mozdonyvezető vagy, ugye? Voltam. Veresegyházi vonalon jártam valamikor dízelmozdonnyal, még akkor, amikor a központi forgalomirányító rendszert bevezették. Na, és ez azt jelenti, hogy a Rákospalota Veresegyház Vágszátod közötti vonalszakaszon Veresegyházán van szolgálattevő, aki az egész vonalat vezérli. Vagyis? Tehát a köfi, mint olyan a központi forgalom irányítás. Vagyis azt jelenti, hogy Fóton van egy jelenlétes, aki megcsinálja mindazt, amit a szolgáltatónak kellene. Csomádon nincs senki, az ajtó be van zárva, kulcs a mozdonyon.
és akkor, hogyha valami oknál fogva csomádod, nem tudnak a váltókat állítani, vagy nem tud kimenni a vonat, vagy valami, akkor a mozdonyvezetőnek, illetve a vezetőjegyvizsgálónak be kell menni a forgalmi irodába, kapcsolatba kell lépni Veresegyházával, Veresegyháza elmondja, hogy mit kell csinálniuk, ők megcsinálják, és utána szépen mehet tovább a vonat, kivéve akkor, ha esetleg meg van fázva a váltó, meg van fagyva, mert akkor ki kell takarítaniuk is először. És akkor ott takarítanak szépen és akkor ott takarítanak, gondolkodnak az állomáson. Így van. És utána, amikor mindez megtörtént, és tudták állítani a váltókat, meg tudtak kiállati jelzőt csinálni saját maguknak, innentől kezdve a vonatok után el tudnak menni. Ez körülbelül úgy hangzik, mint a vadnyugaton lennénk. 1827. Igen, körülbelül. De tényleg olyan. Ez körülbelül olyan 80-82-es évektől működött itt, és akkor még volt ott szolgálati jelenlétes. Csak ugye, mivel a MÁV-nál is voltak személyzetépítések meg, mit tudom én, innentől kezdve elküldték. Uh-huh. Ott nincs. És ez most is, így, most is így működik, szerinted? Persze. Hogy ne így működne. Nagyon jó. Le tud szállni az izé vonatvezető. Csak van egy kis, igen, van egy kis kulcs a mozdonyvezető, leszáll, kinyitja az ajtót. Van egy kulcs a mozdonyvezetőnél a mozdony kulcskarikáján, ami azt jelenti, hogy először is le kell a mozdony. Tehát fékeznie, ebbe kell zárnia a fékezőszelepet, utána le kell szépen szállni, bemenni a forgalmi irodába, ami valamikor forgalmi iroda volt, telefon fölkapja, telefonál Veresegyházára, és akkor a kettesbe szépen megcsinálják azt, hogy kijárat legyen a vonatnak. Óriási. Ezt nem gondoltam volna egyébként, hogy ez így a 21. század hajnalán ez még így működik. Már akkor, amikor én utaztam arra felé. Hát az még hagyján, hogy tényleg 2013-ban ez, szenünk van hozzá, vagy már nem olyan? Nem kell, mert villanyos jelvények vannak. Tudom, milyen, hogy az lapátolni kell bele. Szép dolog is a tradíció kápolása. Igen, voltam arra felé úgy, amikor lapátolni kellett. Igaz, hogy én csak a vonalat ismertem, nem lapátolhattam. Nyilván nem könnyebb az utasoknak ezáltal, hogy ők ezt most tudják, csak megpróbáltunk arra rávilágítani. Tehát ez is lehet akár az oka annak, hogyha egy kicsit késnek a vonatok. Hát persze, hogy lehet. Ott nincs ember, ott nincs, aki megcsinálja. Ott kénytelen megcsinálni a mozdonyvezető, meg a vonatvezető, vagyis a vezetőjegyvizsgáló, mert már vonatvezető sincs. Azt a mindenit. Gábor, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen, és üdvözlöm az északi mozdonyvezetőit. Ezt szerintem hallottam. Igen. Szevasz, ciao. Oké. Hello. Japánban 2 percet késett a vonat, az állomásfőnök harakirit követett el szégyenében. Kis túlzással, egyébként nyilván, talán lemondott. Igen. Ez a történet úgy igaz, egy pár perc késés után. De felvágta a jobbróbalra, ha sem is kitépte a belejét. Igen, mindezt az állomáson az utolsók előtt, és könyörgött, hogy ne haragudjatok. Nem, van ebben egy kis túlzás, igen. Na, Óven bácsi és Beru néni, rájuk nyitunk, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mind dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szia, itt vagy? Itt vagyok, igen, sziasztok, most már hallotok? Igen, én kicsit eltűntél az előbb. Réka, hello! Hello, itt vagyok, már alig vártam, hogy hívjatok komolyan, ez el se hiszem, hogy adásban vagyok, olyan hihetetlen. Tényleg, régóta próbálkozol? Aha. Mióta? Hát, most próbálkoztam igazából először, de már írtam SMS-t. A kutyafáj, megértem, hogy ki vagy borulva, akkor egy hosszú hónapok munkája van ebben, hogy adásba kerüljön. Igen. Hát meg kellett a bátorság, mire megmerte írni az SMS-t, ő azt már beleszámítja, ugye? Igen, az már beleszámítom, így van, Feri. Nekünk nagyon tetszik, hogy ilyen állhatatos vagy. Igen, jaj, nem az első SMS után egyből adásba vagy, és több döbbenek. Igen, mások évek óta próbálkoznak. Mit csinálsz, Réka, merre vagy? Hát itthon vagyok, Bodrog Kisfaludon élek. Ez Tokaj mellett található kisfalu. Uh-huh. De egyébként Nyíregyházán tanulok a főiskolán, és most pihenek, mert mi történik most a faluban? Na, így kinézel, hát, akkor semmi. Ki mit csinál? Ez egy csendes falu, egy-két kocsi így elmegy az utcán, de amúgy semmi extra. Ez nem túl izgi. Nem, azért jobb Nyíregyházán lenni, ott élek egyébként albérletben, és azért az ott egy kicsit izgalmasabb. Igen, kicsit hazamész, de egy-két nap után gondolom, hogy azt azért úgy megunod, nem? Tehát jó visszamenni Nyíregyházán. Persze, jó. A városban van olyan feeling, meg az atmoszféra egészen más, mint itthon. Igen, mit tanulsz, mit mondtál? Hát a bölcsésztudományi karon tanulok, idegen nyelvi kommunikátor szakon. Idegen nyelvi kommunikátor. Az, hogy tudsz angolul kommunikálni? Vagy igen, ez van rendezvényszervezés,
10 ujjas gépírás. Tehát nyelvet tanulsz. Ez az idegen nyelvi kommunikátor, ez azt jelenti, hogy nyelvet tanulsz tulajdonképpen? Igen, nyelvet főleg, de még mondom, sok minden más van mellette. Gépírás, rendezvényszervezés, meg nagyon sok érdekes tantárgyban is nagyon szeretem. Idegen nyelvi kommunikátor, hát megőrülök. És te hallottad, Balázs? Hallottam már, csak sose gondolkoztam el ennek a jelentésén, vagy azt hittem, hogy ez valami komolyabb tartalommal bír, hogy idegen nyelvi kommunikátor, mert ezt még a mi időnkben azt mondták, hogy tanulok nyelvet, nem? Egyet-kettőt, idegen nyelvi kommunikátor, hát nagyon igen. Hát ma már minden foglalkozást, mindent kicsit megideológizálnak, a portást, a biztonsági őrt, a péket, mindenkinek van egy ilyen nagyon-nagyon HR-es neve, nem? Igen, többet lehet így elkérni, tudod, a képzésért. Igen, itt kicsit komolyabban hangzik. Na figyelj, Réka! Mutatjuk, okay, hogy figyelek. Mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó? Jó. Mit csinált? Így van, a múlt idő. Mint hogy elhúznák a WC-t olyan. Annak tűnt, Réka? Aha, nekem annak tűnt. Az volt. Túl nagy nyomás nincsen. Hogyan tudnád ezt angolul kommunikálni, kedves? Valószínűleg... Hát, nem tudok gondolkozni, mert nagyon izgulok. Valószínűleg hegytető laknak és kicsi a víznyomás, nem? Ugye? Igen. Többször neki kell futni ugyanennek a problémának. Itt Óven bácsi lerakott egy zilbelsőt, akkor itt Niagara is kevés, igen. Jó, mutatjuk, mit érekelnek. Figyelj, Réka. Gyerek. Ez a Barbie Girl. Az bizony, így van. Szép volt. A világból ki lehet üldözni ezzel a dallal. Hú, de utáltam. De jó. Csörögtél valaha erre a Bodrog kisfaludi diszkóban? De most már ezt fogom hallgatni, kapcsolom be a gépet, és most már meghallgatom, ez lesz a himnuszom mostantól, az biztos. Ne kínozd magad, mert megállsz a növésbe. Úristen, hát ezt nem hiszem, nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket. Figyelj, van nálatok diszkó tényleg? Hát Nyíregyházán van, de itt a faluban nincsen. Ott a faluban nem csinálnak valami diszkó? Nem, hát nem sok fiatal van, úgyhogy így. Az idősek lehet, hogy összejárnak, de fiatalok inkább elmennek városokba. Elmennek városokban, na jól van. Küldjük akkor neked az erdélycsomagot. Jaj, nagyon szépen köszönöm, nagyon szeretlek titeket. Aztán a bögrét nem bevinni előadásra, mert elveszik. Nem, ó, hát az a legjobb. Tegnap lájkoltam Facebookon, úgyhogy nem is hittem, hogy egyszer nekem ilyen lesz, de most már nagyon örülök. Köszönöm szépen még egyszer. Az új fekete bögre. Az új fekete bögre. De jó, hogy mindenki így örül. Réka, puszilunk, köszi. Puszi, sziasztok. Hello, ciao. Buszójárás van Mohácsó hétvégén, nem kéne erre elmenni? Hol? Nem. Mi? Hol? Milyen járás? Kik mennek? Hova mennek? Az a baj, pont tegnap mondtam a Janinak. Ez nekem nagyon tetszik. 70 ezer ember lesz. 70 ezer ember várnak. Egy, na, hogy ma, ugye? Meggyőztél. Hát nekem túl sok. Hogy maga az esemény meg a rendezvény marha jó, nagyon érdekes, csak az a bajom ezekkel, hogy akkora tömegnyomor van, hogy lépni nem tudsz. Nem lehet négy echte Mohácsit megkérni, hogy jöjjenek el és járják el ott ezt a buszójárást valahol ott, ahol én lakom. Állad? Hirtelen spontán kimegyünk az utcára, pont arra jönnek, sétálnak ott egy kört. Nem lehet, hogy itt 70 ezer ember van a buszójárás. 70 ezer. A három nap alatt 70 ezer vendégük van, ami marhasok. Nem olyan nehéz egyébként elintézni, hogy ott tudjunk közlekedni, csak megfelelő jelmezek kellenek hozzá. Buszóállarcban megy. Gyakorlatilag szerzünk három buszóállarcot, egy kis szűrt, egy kis gubát, néhány kereplőt, azt ott elbohockodunk, érted? Gyakorlatilag bármerre megyünk, mindenhol szétnyílna a tömeg is mennénk a dolgunkra. Egyébként, ha bérelhető Mikulás van, akkor bérelhető busó is van. Igazad van. Tehát nem mi menjünk, hanem jöjjenek a busók. De nem akartok ti átjönni egy kicsi buszójárásra? Kicsit meglepni és beöltözni? Átmegyünk sokáckodni? Kicsit, én nem voltam még ilyenen, szerintem ennek nagyon jó hangulata van egyébként, nem? Nagyon jó lehet. Minden ilyen nagy rendezvény. Ugorjunk át Mohácsra? Nem, Mohácsra. Balijékhoz mi ketten beöltözünk. Pont azt mondom, hogy átjöttök. Sajnos hozzám. Nem vagyok itthon a hétvégén. Jó, de te most mész valahova. Durkeve. Ja, te most mész disznótörni. Hát nem, ez Böllér Fesztivál. Halljon a négy lábú. Ez nem egy ilyen öncélú öldöklés. Disznóölés. Nem, még egyszer mondom. Böllér Fesztivál. Mondd ki még egyszer. Böllér Fesztivál. Érted, jönnek az emberek. Esznek, isznak, beszélgetnek, mulatnak. Neked ott már minden mindegy, mert te már ott fekszel. Összeülnek, kikérem magam. Nézd a felét, átlépnek rajta, nézd, lépj át rajta. Ne haragudj, én csinálom, tehát a feldolgozást. És te vagy a feldolgozó, ipari munkás. Bőlérünk, de azért a többiben én benne vagyok, azt csinálom, megverjük a délutáni eredményhirdetést, besöpörjük az aranyérmeket, és akkor...
Micsoda? Ez egy szép vízió. Tavaly se nyertetek, dehogy ha jól emlékszem. De tavaly előtt aranyérmes kolbászom. Az fair play díj. Ne! Az valami, adjunk valamit a Ferinek is, hogy jöjjön jövőre is, tudod. Jó PR-osul nekünk, nyeresünk meg vele valamit. Egyáltalán nem. Ilyen volt. És most egyébként csináljuk Mátyás korabeli kolbászt. Na. Abból viszont hozok nektek. Az nagyon jó. Azt a Karambölgyi is szereti fogja, mert ő meg ilyen nagy Mátyás kutató. Tehát a bolsz, hát persze. Tényleg? Nem tudtam. Nem tudtátok? Nem. Azért ilyen kiművelt, azért beszélt. Nem, hát ő kutatja, hogy halt meg mi történt, meg megmérgezték, vagy nem mérgezték meg. És tényleg, hát emlékszem, hát ott volt a híres kötet a taxatív a hunyadiakról. Na és akkor mi lesz? Elhozzátok az aranyat? Majd hétfőn meglásd. Megkentetek mindenkit, akit meg lehet? Én vettem egy nagyon nagy kosarat benne egy táblával, az van ráírva, hogy gyűjtés Balinak. Tehát, hogy többször elmondtad, hogy ha bármit visznek, azt hozzan el. Nyesedék, csőr és köröm, farhát, dobáljanak egy bele jó minden. Kis bőrsaj. Jöhet minden. Vérpogácsa. Minden jön. 4 perc van pontosan, 8 óra 0-36-145, 0-0-0-0-0 ez az SMS számunk, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, péntek van, a hét utolsó munkanapja. Kettőnapos hétvége elé nézünk, 70 ezer ember megy busoljárásra, 100-200 ezer ember megy malacot vágni, turkedőre. Egy ember megy nachosszal horrorfilmet nézni, én meg még nem tudom, mit csinálok. Körülbelül ez a ma helyzet Magyarországon. Lesz nachosz? Hogy ne? Igen, ne lenne. Bizonyám, most ugye a múlt héten sikerült beújítanom egy új modellt, egy limitált példányszámban megjelenő kis indiai fűszerezésű tortilla chips formájában, és hát most azt... Te olyan vagy, mint a vámpír, alig várod, hogy éjszaka legyen, nem? Imádom. Tehát, hogy neked a nappal az egy ilyen vegetálás, ahogy éjszaka van, indul a videózás, a filmnézés, a mártogatás, a tunkolás, egy igazi vámpír vagy. Akkor fekszem, szombaton és vasárnap is, amikor kelek egyébként hétköznap. Jézus is. Reggel fél ötig nyomod. És utána tudsz aludni, amikor ott a családot tesz-vesz? Igen, mondjuk ilyen ipari füldugókkal, tehát neked ilyen mozsárágyuk állnak ki a füledből, én láttam konkrétan, mint a két ilyen szilveszteri trombita lenne bedugva a füledbe, úgy nézel ki, mikor alszol. Két lépes mézet tolok. És akkor ott vidámra, mi délig egyik, kettőig alszol? Nem, fenét nem. 9:30 körül már kelek. Mert a családot tesz-vesz, hát az nem olyan alvás, mint amit éjszaka tudsz. Aludni. Elég jó kiképzést kaptam ebből a tevésből, vevésből a lányomtól, úgyhogy hozzászoktam a zajhoz. Meg hát tényleg vannak füldugók, azért azok segítenek. Lerobbant kamion a Szentendrein befelé is, a Megyeri híd után, a kora körforgalom után pár száz méterrel, egyelőre patentul megy a forgalom. Hajdúböszörmény határában a 60-as táblánál mérik a sebességet, a Balmazújváros felől érkezőket fotózzák, Ervinke köszi. Valamint úgy néz ki, hogy az Árpád hídon semmilyen kamion nem áll, lehet haladni, csak a szokásos lassulás a Szentendreiről befelé. Krisz de Bosz, hát akkor az ott már elment, úgyhogy az Árpád híd ugyan elesett egy rövid kis időre kora reggel, de már visszakapták az autósok, lehet menni. Az M1-esen Mosonmagyaróvár irányába a 122-es kilométer kőnél autóról lehullott szalmabála a külső sávban. Ezt is most kaptuk, és van egy hallgatónk is. Háló, jó reggelt! Halló, jó reggel, sziasztok! Hello, merre vagy? Én most már átjöttem a Megyeri hídon. Igen? Úgyhogy megúsztam a nagy dugót, egyébként még nagyon be van állva ez a Szentendrei út, tehát lehet már nincs ott a kamion, de aki tud, az inkább szerintem a Megyeri hídon menjen át Szentendre felől, mert ott Békás-Megyernél is egy lerobbant kamion elég nagy dugót csinált. Ja, hogy Békáson is van egy lerobbant kamion. Aha. Ott is van egy, igen, meg az Árpád hídon is biztos, hogy volt, mert onnan hívtak a kollégák, hogy nehogy arra menjek. És akkor te átszöktél a Megyeri hídon, és úgy megúsztad. Igen, és akkor itt teljesen jól lehet haladni már, akár a Váci út, akár melyik irányba. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad. Én köszönöm. Köszi, Petya, jó utat neked, csa. Hello. Tehát a 11-es út Békáson befelé szintén beállt. Most már ez a 11-es is kezd sűrűn elesni egyébként, nem? A 10-es az mindig, ugye a 10-es az mindig, de most már ez a Szentendrei bejövő forgalom, ez is egyre többször elesik. Ne egységesítenek. Igen. Balázs, te végigmehetsz a busoljáráson állarc nélkül is. Igen, egyszer tényleg egyébként megnézzék egy ilyet. Nem voltam még. Hát vannak hibáim. Te voltál? Nem. Milyen busoljáráson? Nem voltam még. Egyszer elmehetnénk. Persze. Most nem arra gondolok, hogy te szemét. Persze, menjünk. Szervezzen nektek közös programot, aki akar. Na, egy érdekes témával folytatjuk. Érvek és ellenérvek találkoznak majd reményeink szerint. Egy olyan dologgal kapcsolatban, ami szerintem sokakat érint, sokan hisznek benne, sokan támadják, sokan használják, szerintem egyébként közülünk is néhányan, ez pedig ugye a homeopátia. És ha az ember olvas ilyen női magazinokat,
nem magamra gondolok, előszeretettel forgatom ezeket, internetes oldalokat, stb., akkor egyre többször találod, vagy találkozol olyan cikkekkel, amikor is egy-egy orvos vagy homeopata védi ugye a homeopátiás szerek használatát, és próbál érveket felhozni, hogy ez milyen jó, és ami ugyanakkor megdöbbentő, hogy más orvosok pedig, mint valami, nem is tudom én, keresztes háború, vagy nem is tudom, minek gondolják ezt, üldözik a homeopata dokikat, és próbálnak ellenérveket felhozni, és porrá zúzni az érvelést, meg sem is tenni őket. Valami olyan gyűlölettel, és valami olyan elszántsággal, mintha én nem is tudom, valami rosszat tennének azok, akik homeopátiával foglalkoznak. Közülünk, ki az, aki alkalmazza? Mi? Eszed? Mi? Évek óta. Bogyózabáló vagy? Mindenre jó. Hát nem mindenre, de nagyon sok mindenre jó. Én hadd tegyek a tudatlan meg, mint szoktam általában. Ez jól áll neked ez a szerep. Én szeretem, belül... de mondjuk el, hogy a Feri direkt tudatlan. Nem, hát azért egy csomó szója, ez jön nekem belülről, hogy mi az a homeopátia? Teszem föl én a kérdést. Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, Feri. Ugyan? Én láttam már ilyen homeopátiás gyógyszer. Ami ugye úgy néz ki, mint egy bogyó, de abban nincs hatóanyag? Vagy nem ugyanolyan hatóanyag van benne, mint a gyógyszerben? Az természetes dolgok vannak benne? Az a szervezet védekező képességeit váltja ki. Tehát, hogy gyakorlatilag abban nincsen önmagában hatóanyag. Aha, viszont arra, hogy így van, stimulálja a szervezetet arra, hogy védekezzen az ellen a bizonyos dolog ellen, ami várható, mondjuk, mert megelőzésnél is például nagyon jól lehet alkalmazni. Mert mondjuk például ugye az influenzából a szervezet ki tud jönni, csak hosszabb ideig tart. Ilyenkor azt történik, hogy veszek egy ilyen homeopátiát magamnak, azt bepumpázom, és az megpiszkálja a szervezetnek így azt van, a részét, amit csak gondoltam. De már előtte is érdemes elkezdeni szedni. Erre biztos néhány orvos azt mondaná, hogy persze azért, hogy akkor már korábban kezdje el költeni a dologra, mielőtt még ez a dolog indokozna, és akkor kasszáljanak rajta nagyobbat. Nálunk 3 éve gyakorlatilag ezzel a dologgal, meg mondjuk a pránanadival kiegészítve, a gyereknél kiváltottuk az antibiotikumokat. Tehát, hogy nála 3 éve nem volt, a gyereknek nem volt a szervezeti juttatva semmilyen kemikália, semmilyen antibiotikum. Csak homeopátiás szerek és pránanadi. Ez a két dolog, amit kap a gyerek. Mindent ezzel a két dologgal kezel a nejem. És 3 éve antibiotikum három nélkül? Éve. Így van. Az komoly, az nagyon nagy szó, igen. És mire szed? Vagy mire szedtek? Hát, influenza elleni védekezés, illetve különböző ilyen orrtorok, stb. Problémák. Elsősorban két fajtát használunk. Nagyon érdekes maga a működési mechanizmus ennek a homeopátiának egyébként, hogy ez hogy működik. Ugye nyilván a racionális orvoslás ezt az egészet azért tagadja, mert nincs egyfajta fizikai magyarázat arra, hogy ez tulajdonképpen hogy működik. Ugye tulajdonképpen itt azt mondják, hogy a molekulának a víz által van egyfajta emlékezete, tehát ezeket az oldatokat ugye vízben higítják a 100-szorosára, 200-szorosára, és nincs is szükség az alaphatóanyagra, mert hogy ezek molekulából molekulába átmennek, a víz által ez a molekula emlékszik az alaphatóanyagra, és amit te megeszel már, az már nem maga a hatóanyag, hanem egy sok 100-szorosára higított tulajdonképpen emlékező molekula, ami aztán megteszi a kellő lépéseket a szervezetben, és elindítja a gyógyulást. Itt a kérdés az, hogy egyébként nyilván azok lehetnek homeopaták, akik egyébként orvosok is, tehát csak az foglalkozhat homeopátiával, akinek megvan a rendes orvosi végzettsége, hogy elképesztő, hogy milyen ütemben, milyen vérmérséklettel támadják azokat, akik egyébként mernek, vagy akarnak ezzel foglalkozni, vagy mondjuk így gyógyítanak. Én ezt nem értem leginkább. Hogy miért nem férnek el egymás mellett? Miért nem férnek el egymás mellett? Hogy mitől fél a racionális orvoslás? Hát a normális homeopata, aki mondjuk gyógyít ilyen szerekkel, és még nem tudja meggyógyítani homeopátián szerekkel, ez azt mondja, hogy nyilván, ha szükség van antibiotikumra, akkor azt be kell venni. De ha van alternatíva, ami esetleg ezt kiválthatja, és nem biztos, hogy szükség van rá, akkor be lehet venni homeopátiát. Csak a legelvetemültebb mondja azt, hogy hagyjuk a normális gyógyszereket és az orvostudomány, csak homeopátiával gyógyítok. Ilyen nyilván kevés van. De nem lehet, hogy azért mondod ezt, hogy azért használsz ilyen homeopátiás szereket, mert egyébként a virág lehet, hogy az elmúlt 3 évben simán elkerülte volna a megfázás, mindig meg az vannak, influenzát. Mindig vannak apró jelek, amik arra mutatnak, hogy a gyerek kezd megbetegedni. Aha. Vagy megbetegedhet.
És egyébként meg ugye mindig tudunk olyan információkat hallunk mindenfelől, hogy jön be az influenza vírus például, meg hogy kezd a járvány tetőzni, blablabla, bla, bla, egy csomó gyerek kidől az osztályból, tehát hogy lehet következtetni arra, hogy valamikor esetleg lehet rá számítani, hogy a gyerek megbetegszik, és akkor igen, akkor elkezded már neki adni, és megúszta. Eddig mondom, lekopogom, 3 éve gyakorlatilag sem, és ez éppen elég meggyőző. Éppen elég meggyőző. Az antibiotikum meg szerintem meg tényleg az utolsó mencsvár. Az egy olyan sokk a szervezet számára, főleg a fiatal szervezet számára, de egyébként a felnőtteknél is, ami szerintem, hogyha elkerülhető, akkor azt kerüljük el, mert tök felesleges. Hát én nem adtok homeopátiát a gyereknek? Szerintem nem. Ugye, mondjam, nem. Kicsi apró, bogyószerű kis dolgocskák, kis golyócskák. Egyébként nagyon érdekes dolgokra is lehet szedni. Tehát, például egy gyerek éjszaka nem tud aludni, vagy szorong, vagy fel kell, akkor ott a homeopátiát szerekni, például le van írva a különböző tünetek. Beazonosítod, hogy a te gyereked melyiket produkálja, és akkor elkezded rá mondjuk az egyik vagy a másik bogyót adni. Nyilván megbeszéled ezt mondjuk a homeopata orvosod, vagy patikussal, és egy tényleg megdöbbentő hatást lehet elérni, ha ez csak placebo lenne, és ebben nem lenne semmi, akkor a gyerek, ugye, mert a felnőtt tudat az tud úgy működni, hogy te azt hiszed, hogy bevettél valamit, elindul az öngyógyító mechanizmus a szervezetedben, beveszed a fejfájás csillapítóra a placebót, ó, bevettem, jobban vagyok. De a gyerek, aki mondjuk addig felkelt éjszaka, vagy szorongott, vagy felsírt, vagy bármilyen tünete volt, amit 2-3 évesen azért még ugye se eljátszani, se megjátszani nem tud. Ezek igazi tünetek. Mondjuk fél valamitől. Te elkezded neki adagolni. Napi 5 bogyócskával mondjuk az éjjel 1 és 3 között felkelő gyereknek egyfajta szorongás oldót, és a gyerek 2-3 nap múlva mondjuk végig alussza az éjszakát. Hát akkor azért abban csak kell, hogy legyen valami. A gyereknek még nem működik a placebo hatás 3 évesen, ő még nem fogja föl, hogy most bevettek nekem valamit, hát akkor kvázi végig kell aludnom az éjszakát, hiszen ez a dolognak működnie kell. Mert mi át tudjuk magunkat vágni. Persze. Nem? Hát ez a placebo hatás ez nyilván működik, és ez bebizonyították kísérletekkel. De gyerekeknél azért ez egy érdekes dolog. Én azért elég racionális gondolkodásmódú ember vagyok, és csak annak hiszek, ami bevált. És ez a dolog nálunk bevált. Tehát, hogy akkor miért ne higgyek benne, amikor azt látom, hogy a gyerek egyébként kisebb, nagyobb, apróbb, cseprőbb, talán elkerülhetetlen dolgoktól eltekintve, de 3 éve nem beteg. És ugye nem tudsz vele kárt okozni, mert nem. Azt gondolom, semmi. Mondjuk a kár az lehet, hogy a tüdőgyulára elkezded adni a homeopátiát, és egyébként meg akkor van szövődménye. Tehát, hogy én most próbálok a másik orvos agyával gondolkozni, aki nem szereti a homeopátiás szereket. Hát a kár az nyilván ott lehet, ha mondjuk egy orvos elvakultan hisz ebben. És ő azt gondolja, hogy ő már nagy homeopata gyógyító, és mondjuk nem ír fel egy antibiotikumot, nem azt mondja, hogy erre nincs szükség, és közben kvázi olyan szinten kezeli félre a gyereket a saját megrögzött véleménye szerint, hogy közben elhagyva a hagyományos mondjuk antibiotikumokat, azt gondolja, hogy ezzel meg tudja gyógyítani. De hát nyilván van az a szintű középfölgyulladás, vagy tüdőgyulladás, vagy bármi, ahol már mondjuk a hagyományos gyógyszerek például nyilván sokkal jobban segítenek, és ezekből a félrekezelésekből van aztán szerintem a legnagyobb félreértés a homeopata orvosok között, meg azok, akik mondjuk ezzel nem foglalkoznak. Tehát kvázi nem is biztos, hogy magát a szereket támadják, hanem azt a sokfajta félrekezelést, amit az okoz, hogy orvosok mondjuk rosszul használják, és mintegy a saját igazukról meggyőződve kezelik félre azokat a betegeket, akiknek mondjuk gyógyszerre lenne szüksége, nem mint napi 5 bogyóra, mondjuk már egy tüdőgyulladás, vagy egy asztma, vagy bármi ellen. Tehát szerintem a nagy ellentmondás egyébként ebből van. De most pro és kontra meghallgatunk két érvet és ellenérvet, illetve egy érvet és egy ellenérvet a homeopátiás orvoslás ellen és mellett, hogy kinek milyen érvei vannak. Szerintem ez a dolog egyébként nagyon érdekes. Dr. Lakos András gyerekgyógyász van itt velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr! Jó reggelt kívánok! Hallgatta a beszélgetést, doktor úr? Mikor kapcsolódott? Csak az utolsó egy-két mondatot, igen. De azért értem a házi feladatomat. Szép, igen. Doktor úr, jól tudom, hogy ön tulajdonképpen, ha lehet ilyen szót használni, akkor ellene van, ugye? Vagy ellenzi a homeopátiás gyógykészítmények szedését? Általában ez az alternatív medicina, és hát ennek rendtentő széles, nagyon sokféle ágaboga van. Ez mind ugye az orvosi szélhámosságok körébe tartozik, vagy az egészségügyi szélhámosságok. Rengeteg ilyen van, és a homeopátia ebből talán a leg, hát, ravaszabb, mert... Mire alapozza az, doktor úr, hogy ez szélhámosság? Van egy nagyon érdekes példa, egy jó évvel ezelőtt jelent meg egy tanulmány, ahol asztmás betegeket vizsgáltak, és az egyik csoport kapott szakszerű gyógyszert, a másik kapott placebót, a harmadik akupunktúrát, de akár behelyettesíthetnénk homeopátiával is. És az érdekes az, hogy mind a 3 csoport javult.
Tehát a placebósok is, meg az akupunktúrások is. De persze, hogyha objektív vizsgálatokat végeztek, akkor kiderült ugye, hogy a gyógyszert kapó az lényegesen hát jobban gyógyult, vagy javult, jobbak lettek a légzés funkciói, mint a többinek. De most jön a nagy szám, hogy amikor megkérdezték ezeket az embereket, hogy hogy érzik magukat, tehát a szubjektív mérést végeztek, akkor kiderült, hogy egyformán. Tehát, hogy azok, akik valódi gyógyszert kaptak meg, akik placebót vagy a akupunktúrán, mindegyik egyformán jól érezte magát. Csak hogy mondjuk az asztma többé-kevésbé egy halálos betegség. Tehát attól, hogy valaki szubjektíve jobban érzi magát, attól a tüdeje ugyanúgy tönkre megy. Doktor úr, hagyd kérdezek egy konkrétat, hogyha például a gyereknek adják be a homeopátiát, aki mondjuk 2 vagy 3 éves, és még effektíve mondjuk nem tudja átvágni a saját agyát azzal, hogy mint ahogy mi felnőttek a placebo hatással. Az, annak akkor ott például mi az oka, hogy olyan gyerekeknek is adják, akik mondjuk éjszaka nem alszanak, szoronganak, beadják, és a gyerek tünetei mondjuk 1-2 napon belül elmúlnak, úgyhogy semmi nem változott az élet körülményeiben, csak mondjuk elkezdett homeopátiát szedni, és egyik napról a másikra végig alussza az éjszakát. Ez akkor minek köszönhető, ha nem a homeopátiának? Hát ennek megint csak többféle magyarázata van. Tehát egyrészt, amikor kezelik a gyereket, akkor tulajdonképpen annak önmagában placebo hatása van. Tehát az, hogy a szülő odafigyel, mert szoktak ilyen állatos példákat is, hogy a kutya, akinek ugye nyilván nincsen tudatában, nincs tudatában abban, hogy most placebót kap, vagy gyógyszer. De hogy attól még, hogy törődnek vele, hogy babusgatják, hogy beadnak valamit, tulajdonképpen ennek is van placebo hatása. Ugyanakkor a másik oldal, hogy itt megint a szülők ítélik meg, hogy most a gyerek hogy alszik, és ők hajlamosak elfogultan dönteni. Tehát, hogy tulajdonképpen a szülők placebo hatásáról is szó van, ők elhiszik, hogy ők most valamit csináltak a gyerekkel. Ha mondhatom, még van még egy ragyogó példa, ami szerintem sokakat elgondolkoztat. Az oszcillokokcinum most ugye különösen sláger, mert ezt szokták az influenza ellen. Influenza ellen, így van, homeopátia. Javasolni, szinten. Nem tudom, hogy hányan tudják, de ez a pézsma kacsa májából szívéből készül, és hogy az ördögbe jön ide a pézsma kacsa? Az a 5 millió dollárt ér állítólag egyetlen egy ilyen kacsa máj kacsa szív, mert hogyha ezt addig higítják, rázogatják, és aztán eladják. Na most, ezt körülbelül 100 évvel ezelőtt a spanyolnál, tehát a legsúlyosabb influenza járvány idején egy francia orvos nézegette az influenzában elhalt embereknek a szöveteit, és akkor ilyen kis apró buborékokat látott, amit ő baktériumnak gondol. Ez az oszcilló arra utal, hogy ezek ide-oda mozognak a Brown mozgás következtében. Ugye a kokkusz az meg ilyen kerek kis gömbölyű bacikra utalna, szóval ez az oszcillokokcinum tulajdonképpen kiderült, hogy ugye egy őrült nagy tévedés, ő nem csak az influenzások szöveteiben mikroszkóp alatt látta ezeket a vackokat, hanem a pézsmakacsának a szívében, májában. Aztán később kiderült ugye, hogy az egészből egy szó nem igaz, tehát akkor még a vírusokat nem nagyon ismerték. Tehát, hogy tulajdonképpen mind a mai napig egy dupla szélhámosságról van szó. Tehát olyan gyógyszerrel kezelik a homeopaták az influenzásokat, aminek semmi köze nincs az influenzához. Tehát a homeopátia alapjait tulajdonképpen cáfolja meg ez a... És akkor a doktor úr úgy tekint azon orvostársaira, akik egyébként homeopátiával is gyógyítanak, hogy sarlatánok? Hát lényegében igen. Ők is tulajdonképpen megint ugyanáról van szó, tehát, hogy az, aki kezel így embereket, az hiheti azt, hogy ő jót cselekszik, hiszen megkérdezi az asztmást, hogy jobban vagy? Jobban. Na ugye? Szóval, hogy nem okvetlen... Azt hagyd kérdezem meg, doktor úr, hogy lehet egyébként önmagát a homeopátiát a klasszikus fizikai vagy biológiai törvényszerűségek alapján vizsgálni, ha például a homeopaták azt mondják, hogy ez önmagában nem egyfajta hagyományos materiális gyógymód. Tehát akkor nem is lehet ezen eszközökkel vizsgálni, nem? Ahogy mondjuk azt mondom, hogy én elhiszem, hogyha látom a fényt, akkor az van. De például a fénynek is van rengeteg olyan tartománya, ami szabad szemmel nem látható, kvázi tulajdonképpen nem biztos, hogy el kell hinnem, de mégis létezik. Tehát nem is biztos, hogy ezt lehet a klasszikus fizikai törvényszerűségek alapján vizsgálni, nem? Hát azért rengeteg tanulmány, több száz tanulmány valamit homeopaták végeztek, és amik a homeopátia alátámasztását próbálják ugye hát tudományos igényességgel bebizonyítani.
De az érdekesség az, hogy ha minél profibb egy ilyen tanulmány, annál inkább igaz az, hogy kiderül, hogy nincs semmi hatása. Tehát azért lehet ezeket vizsgálni. Tehát a homeopaták szeretik azt mondani, hogy holisztikusan az egész embert vizsgálják. Ezzel tulajdonképpen komoly sértést követnek el, mint hogyha a tudományos orvoslás képviselői nem az egész beteget gyógyítanák, hanem csak a fülét, csak az agyát, csak a máját. Tehát a holisztikus gyógyítás, igen, nyilván nem akarok a doktor úrral vitatkozni, de ez nem azt jelenti, hogy önök nem vizsgálják az egész testet, csak nyilván mondjuk megnézik, hogy egy májbetegségnek, vagy valaminek mondjuk milyen lelki okai is lehetnek akár, és lehet, hogy azt próbálják először felfedni, meggyógyítani, és utána magát a tünetet, tehát megkeresik az okot is, nem? Amíg mondjuk a modern orvostudomány azért sokszor inkább csak magát a tünetet kezeli, és az okot kevésbé próbálja felteríteni, nem? Nem. A lelki okokat elsősorban például. Ez megint jön vissza az asztmás példa. Tehát, hogy tulajdonképpen a homeopátiát olyan dolgok kezelésére lehet használni, ahol a szubjektív megítélésnek komoly szerepe van. Egy gennyes agyhártyagyulladást, egy gennyes tüdőgyulladást, egy vakbélgyulladást, vagy egy lábtörést azért valószínűleg nem kezelnek a homeopaták, mert ők is látják, hogy hát ez alkalmatlan az ilyesmire. De ahol arról van szó, hogy a pszichés komponens jelentős, a szubjektív megítélés jelentős, ott a homeopátiának ugye tágtere van. Tehát tulajdonképpen kimondva a doktor úr azt mondja, hogy az a sok ezer beteg, aki mondjuk ettől meggyógyult Magyarországon, az csupán csak önmaga pszichés átverésének köszönhetően placebo hatással gyógyulhatott, semmi mással. Igen, az átverés az ebben a vonatkozásban biztos, hogy nem helyes. Tehát a placebo valóban egy komoly hatású kezelés. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez önmagában tiszta szélhámosság. A tudományos orvoslás... Én a pszichés átverésre gondoltam, amikor az agyunk ugye megtévez bennünket, és azt hiszük, hogy valódi gyógyszert szedünk, erre gondolok. Igen, tehát, csak ha tünetmentessé válunk, akkor igazából nekem, én úgy állok a dologhoz, hogy nekem majd, hogy nem mindegy, hogy mivel érem el ezt a hatást, ráadásul, hogyha úgy tudom elérni, hogy semmiféle kemikáliát nem viszek be a szervezetembe, akkor engem igazából nem is érdekel, hogy mi fejtette ki azt a hatást, a placebo vagy pedig az a homeopátiás szer, az a lényeg, hogy meggyógyultam. Igen, de most jön ez az más példa, nem véletlenül mondtam el, hogy a beteg úgy érzi, hogy jobban van, az orvosa is, a homeopata is úgy érzi, hogy csinált valamit, de közben a tüdeje tönkremegy. Tehát, hogy ezért nagyon álságos ez az egész eljárás, mert a szubjektív megítélésre hagyatkozik, ugye itt általában objektív mérések nem történnek, vagy ha történnek, akkor rendre kiderül, hogy a homeopátia hatástalan. Szóval, hogy azért ez nem veszélytelen dolog. Tehát nyilván magát az esetet is vizsgálni kell, hogy ki írta föl, hogy írta föl, írta mellé bármi más, vagy ő maga elvakultsága folyamányaképpen hitt abban, hogy ő ezt majd homeopátiával meggyógyítja, persze, de hát nyilván az asztma azért az egy komoly, nem lehet azt mondani, hogy szélsőség, de hát vannak azért itt enyhébb lefolyású dolgok, egy tengeri betegség, egy szorongás, ez az, amikor azért nem beszélünk komoly, nem tudom, szervi elváltozásokról, ám mégis a betegek azt gondolhatják, hogy mondjuk hat, vagy működik. De abszolút érthetőek a doktor úr érvei. Köszönöm. Nyilván ezért akartuk ezt meghallgatni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, doktor úr. Köszönjük szépen, doktor Lakos András hallottuk. Érdekes maga a két álláspont, nem? Hogy orvos orvossal vitatkozik tulajdonképpen, hiszen akik hisznek ebben, ők is ugyanúgy orvosok. Csak valamiben meg azt gondolják, hogy működik. Nyilván meghallgatjuk majd hírek után a másik oldalt is. Egy olyan doktornővel beszélünk, aki ezt a beszélgetést egyébként végighallgatta. Én azon gondolkozom, hogy ez ugye itt a vízre hivatkoznak. A víz, mint szállító eszköz, így van, mint információ tároló eszköz. Igen, a víz emlékezete. Itt egy nagyon érdekes példát találtam. A hígítás az annál jobb, minél nagyobb, minél hígabb. Tehát egy homeopátiásszer akkor jó, ha te az Atlanti óceán egyik partján egy kanál málnaszörpöt belöntesz a vízbe, egy nap múlva a másik parton kiveszel a vízből, az homeopátiásszer. Ezek tulajdonképpen kevésbé megmagyarázható érvek, racionális síkra való leképezés. Ez baromi nehéz ezt elmondani. Ugye itt már abban kell hinned, hogy a víz szállít információt, a vízben található molekulák emlékeznek, van egy csomó vízzel kapcsolatos kísérlet, ami bebizonyítja, hogy a víz hogy reagál pozitív jelentésű szavakra, negatív jelentésű szavakra. Már nem lehet a te például meglehetősen racionális hétköznapi világszemléleteddel ezt effektíve megmagyarázni, csak kísérletet lehet erre tenni. De ez egy teljesen más szempontból kell vizsgálni. A te érveiddel, évrendszereddel nyilván ez a dolog nem működik. Igen. De meghallgatjuk mindjárt a másik oldalt is. Várunk SMS-eket 0636450000, ez az SMS számunk. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show.
3-4-et 90, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as Nyíregyháza felé a 33-as kilométer után mérik a sebességet a rendőrök a lejtő alján. Figyelje mindenki, valamint az Árpád-hídon már lehet haladni, úgyhogy elhárult az akadály. Az Árpád-híd elesett ugyankor a reggel, de most már visszafoglaltuk, újra a miénk. Drága budaiak, tessék nyugodtan átkelni Pestre. Minden a lehető legnagyobb rendben van, legalábbis SMS-ek alapján. Ugye mi ezt gondoljuk. Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk ma, sokakat érint, sokan érintettek benne, sokan használják, sokan ellenzik. Egy tulajdonképpen egy csatatér, ugye? Egyfajta háborús terület, homeopátia versus hagyományos orvoslás. Hát rengeteg folyóirat, szaklap foglalkozik ezzel, hogy jó, nem jó, adjuk, ne adjuk, árt, nem árt, van, akik hisznek benne, van, akik használják, van, akik támadják. Hogy milyen okok, érvek, ellenérvek találkoznak, az nyilván már meggyőződés, hitrendszer beli különbség, de érdekes meghallgatni ellenérvet, nyilván azoktól, akik értenek hozzá, egy orvostól, és nyilván meghallgatunk egy olyat, aki viszont abszolút mellette van, használja, és siker történetei vannak, és nyilván szintén orvos. Amit mondott egyébként a doktor úr, az számomra teljesen elfogadható. Egyetlen egy dolog volt fura, hogy ő azt mondja, mint a modern orvoslás képviselői, ugye, hogy ők megsértődnek azon, ha kvázi azt mondja valaki, hogy nem holisztikusan gyógyítanak. Ami azt jelenti, hogy az egész embert, testet, lelket, tüneteket megvizsgálják, és az alapján próbálnak meghozni döntést. Szerintem egyébként ez nincs így, de hát nyilván az ember kevésbé akar vitatkozni egy olyan emberrel, akihez jobban ért. De én például a modern orvoslásban lelki okokat sokszor kevésbé látok. Tehát ha neked például van egy olyan gyomorfekélyed, amit gyógyítani kell, kevés esély van rá, hogy a leterheltség és a túlterheltség mellett neked az orvos először felderítse mondjuk a lelki okait, hogy mitől lett neked gyomorfekélyed, megpróbálja azt megoldani, és utána kvázi tulajdonképpen kezelni magát a tünetet. Okokat kell keresni, de ezt szerintem egyébként a nyugati orvoslás sokkal kevésbé keresi, mint például a természetgyógyászok, vagy a homeopátiával foglalkozó orvosok, akik az egész testet, lelket próbálják egyben nézni, és rájönnek arra, hogy ha például neked gyomorfekélyed van, milyen okok vezethettek odáig, hogy neked ez lett. Nem? Ezt nem csinálják. Vágnak, nyitnak, nincs rá idő. Hát van egy ilyen mondás, ez nekem nagyon tetszik, hogy egyébként a nyugati orvoslás egyik legnagyobb kudarca maga a sebészkés, ugye? És ez érdekes. Nyilván vannak olyan dolgok, meg olyan élethelyzetek, meg olyan betegségek, amikor kell műteni, kell, nincsen megoldás. De rengeteg olyan élethelyzet van, amikor egyébként nem lenne szükség arra, hogy az embert nyissák, hanem másfajta alternatív úton gyógyítsanak. Érdekes volt az is, hogy például a homeopátia szerek ellen, mint érve, azt hozta fel a doktor úr, hogy akiket homeopátia szerekkel kezeltek, ott gyakorlatilag ugye csak egy placebo hatásnak volt köszönhető az, hogy megszűntek a tünetek, de gyakorlatilag a szervnek az állapota adott esetben romlott. Na most, akkor mi a helyzet például azokkal a nagyon népszerű fájdalomcsillapítókkal, amik szintén a tüneteket enyhítik, és a hagyományos orvostudománynak az eszközei, amikkel gyakorlatilag megszünteted a tüneteket, de valójában az okot, amiért ezek a tünetek előfordulnak, vagy kialakultak, azokat nem. Tehát gyakorlatilag ugyanott tartunk. Nyilván okos ember azért azt úgy csinálja, hogy az átmeneti kezelés, hogy neked fáj valamit, beveszek egy bogyót. De közben addig, elmész nyilván megkeresni magát az okot. Persze. Ez egyébként a két dolog közti járható út szerintem az, hogyha normálisan gondolkozol. Tehát lehet, hogy működik ez, akkor homeopát, de mikor olyan bajon van, akkor azért lehet, hogy érdemes elmenni. Na, meghallgatjuk a másik oldalt is. Dr. Kürti Katalin itt van velünk, gyermekgyógyász, homeopata. Jó reggelt kívánunk, doktornő! Jó reggelt kívánok! Hallgatta a beszélgetést a lakos doktor úrral? A lakos doktor és önökét is, úgyhogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy mi maradt már nekem. Annyira jól érveltek már önök hárman, hogy igazán nem tudom, hogy doktornő, hát mit csináljunk? Picit ehhez is értünk. Hát nem tudunk mit csinálni. Hát annyira klasszul csinálták, és olyan jókat mondtak, de azért próbálkozom, na, jó? Reagáljon arra, amit a doktor úr mond, leginkább ez érdekel. Minket sok minden elhangzott, nyilván volt olyan, amire szeretne reagálni. Hogy, hát, hogy szeretnék, vagy nem szeretnék, ez egy kérdés, de azért mondok egy-két dolgot, jó? Tehát ugye én is orvos vagyok, ő is orvos, gyerekorvos a gyerekorvosnak szemét nem válja ki, ha minden igaz. Én nem szoktam senkire tütköd békát kiabálni, viszont a következőket mondanám. Én amúgy az integratív orvoslásban hinnék, és ennek a megvalósíthatóságáért teszek és tennék lépéseket, ami számomra azt jelenti, hogy egy orvos az többféle gyógymódot ismer, és azt választja mindig a páciense számára, amiről azt gondolja, hogy a számára a leggyorsabban és a legkíméletesebben
fog gyógyulást hozni. És ezen a palettán nagyon sok minden szerepelhet, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb hibát én a Lakos kollégának a beszédjében avval látom, hogy ő és az ő társai azok egyetlen egy egyenes vonal mentén gondolkodnak, és arról se jobbra, se balra kitekintés nincsen, oda megyünk és kész, más nem létezik, ez az egyetlen üdvözítő jó út. Én ezt sosem gondolom. Ugyanúgy, mint ahogy azt se gondolom, hogy mindent homeopátiával, vagy adott esetben akupunktúrával, vagy bármilyen más alternatív gyógymóddal lehetséges lenne orvosolni, de én azt gondolom, hogy az első a paciensnek az érdeke. Ez lenne az egyik, amit elmondanék, jó? A másik a placebo kérdés, ami nagyon érdekes, mert azt manapság a pszichológusok, pszichiáterek is nagyon-nagyon alaposan vizsgálják, és én a magam részéről azt mondanám, hogyha mondjuk a homeopátia placebo terápia lenne, de nem az, mert nagyon sok tanulmány bizonyítja, hogy ez nem így van, csak hát ugye a szkeptikusok ezeket a tanulmányokat egyáltalán nem óhajtják. Tanulmányozzák talán, de befogadni nem akarják. Na, lényeg az, hogy nem placebo terápia, de ha az is lenne mondjuk, hát nem mindegy, hogy valaki mitől gyógyul. Sőt, milyen jó lenne, hogyha nem kellene erős mellékhatású kémiai szereket adni, hanem egyszerűen placebo hatásra mindenki meggyógyulna, de hát ez bizony nem így van, így aztán valamit mégiscsak csinálni kell a pácienseinkkel. Itt ugye az ellenérve az volt, hogy itt a konkrét gyógyulás nem következik. Ezt szeretném, na ez a következő. Ez érdekel. Ez, amire reagálni szeretnék, hogy abban az esetben, és ugye én gyerekgyógyász vagyok, tehát én inkább ilyen tekintetben tudnék nyilatkozni, és esetleg pont az aszmások tekintetében, hogyha követi az ember a ő szerintük látszólagos gyógyulást, tehát csak a szubjektív jólétet, objektív mérő módszerekkel, akkor én igenis azt mondom, hogy igenis javul a légzés, ha jól adja az ember, és ez nagyon fontos. A homeopátiás szer kiválasztása nem olyan egyszerű, hogy én ma reggel fölébedek, és akkor úgy döntök, hogy most ma Ventolint adok, holnap valami egész más hörgtágítót adok. Nem, akkor a homeopátiás szer azt nagyon odafigyelve, és különböző logikai, hát hogy mondjam, meggondolások mentén kell a páciensnek kiválasztani, tehát megismétlem, ha jól választ az ember, akkor nem a tünetek múlnak el, hanem meggyógyul a páciens, és ennek objektív, hogy mondjam, jelei vannak, a különböző mérési módszerekkel jelesül, az aszmát tekintve a légzés funkció is javul, és egyáltalán tényleg a gyerek az meggyógyul, akármilyen furcsán hangzik, meglehetősen sok aszmás gyerekkel volt dolgunk, és erre vonatkozóan igenis csináltunk ilyen utánvizsgálatokat, és igenis javulnak. Doktornő, azt hagyd kérdezem meg, hogy amikor például van egy asztmás beteg, igen, meggyógyul, dokumentálva van, hogy mit kapott, dokumentálva van, hogy egy bizonyos ponton mondjuk átértek a homeopátiás kezelésre, javul, ellenőrizve van, igen, vissza van hívva kontrollra, és kiderül, tényleg meggyógyult. És egy ilyen A-tól Z-ig levezetett naplót, vagy nem tudom, hogy hívják, leraknak egy olyan orvos elé, aki ebben nem hisz. Viszont ott feketén-fehéren mutatva van, hogy mit szedett, mikor szedte, és valóban akkor meggyógyult. Akkor erre mit mondanak? Akkor olyan érdekes dolgokat szoktak mondani, hogy hát akkor itt biztos valami más is volt, és akkor biztos nem a homeopátiától, vagy nem is volt igazából a diagnózis. Azt ma valami más lehetett. Szóval én azt gondolom, hogy minden inkább szóba kerülhet, de én nem szélesíteném le ezt az orvosok nagy közösségére, mert ma már azt kell mondjam, hogy az orvostársadalomban is egyre többen fordulnak a homeopátia és egyéb alternatív gyógymódok felé, és az, hogy most hiszünk és nem hiszünk, és azért hat, vagy nem azért hat, én azt gondolom, hogy egyetlen olyan gyógymódot sem szabad az embernek saját maga számára, vagy a gyereke számára választani, amiben nem hisz, mert amiben az ember nem hisz, az nem fog használni, akár kémiai szer, akár kemoterápia, akár bármi lehet az, mert én azt gondolom, hogy a gyógyulásban magában kell hinni, és abban, hogy ez a valaki vagy valami nekem rajtam segíteni fog, és akkor jön az, hogy az orvos mégiscsak válaszza azt, ami a legkíméletesebb a páciens számára. Meg hát egyébként az is érdekes, ugye, hogy beszélgetünk adáson kívül erről, hogyha olyan nyilvánvaló káros hatásai lennének a homeopátiás szereknek, akkor ezeket kapuajakban árulnák meg az interneten keresztül, meg nem. Gyógyszertárakba lehet kapni, hagyományos orvosok is, akik egy kicsit nyitottabb gondolkodásmódúak, mint például ön, aki kicsit elfogadóbbak is, és a gyógyulásért tesznek meg mindent, és nem pedig adott esetben más érdekekért.
nem azt mondják, hogy lehet, igen, ajánlják, hogy felírják, meg lehet vásárolni, tehát hogyha nyilvánvaló rossz hatásai lennének, akkor ezeket nem lehetne ilyen formában megszerezni. Nincsenek nyilvánvalóan rossz hatásai. Nem ez a kérdés, hogy van-e rossz hatása, az a kérdés, hogy van-e jó hatása, azért ne keverjük össze, ugye? Mind a kettő fontos, mert a hatás hát, is fontos, az... és a mellékhatás is fontos. Erre én azt mondanám, hogy a szakma szabályi szerint, mert itt is vannak szakmai szabályok, a szakma szabályi szerint alkalmazva nincsenek mellékhatások, hatások viszont vannak, viszont egy dolgot még hozzá kell, hogy tegyek, és pont a holisztikus szemlélet mián, amit itt az önök beszélgetéséből Balázstól hallottam, és ezt nagyon szeretném megerősíteni, hogy én hiába kezelek egy aszmás, vagy adott esetben visszatérő fülgyulladásos, torokgyulladásos, bármilyen gyereket, hogyha nem beszélgetek el a szülővel például arról, hogy mi lehet az, ami a gyereket állandóan megbetegíti, milyen körülmények, akár az otthoni, akár a közösségbe, hova jár, óvoda, bölcsőde, stb., vagy bármi, mi lehet az, ami a gyereknek megrendítette, hogy így mondjam, a kicsi immunrendszerét, és ezért állandóan és visszatérően beteg lesz. Én azt gondolom, hogy ezen való töprengés és az ehhez szolgáló tanácsok ugyanolyan fontosak, mint maga a homeopátiás szer, vagy bármilyen gyógyszer, és én azt gondolom, hogy pontosan az okoknak a feltárása, amiről Balázs is beszélt, nagyon-nagyon fontos, nem a homeopátia meg a homeopata számára, hanem a páciens számára, hogy szembesüljön azzal a helyzettel, ami őt a betegség állapotába taszította. Igen. És én azt gondolom, hogy ez az, amivel hát sajnos természetesen foglalkoznak, mert pszichológusok, pszichiáterek, de úgy kicsit külön választva a testet, külön választva a lélektől, és valahogy ez a homeopátiában nekem egyesül, és én azért szeretem. Igen. Ebben én is vitatkoztam a doktor úrral, hogy én is azt gondolom, hogy a holisztikus gyógyítás sajnos, mint a nyugati hagyományos orvoslás, azért ezt magáról nem mondhatja el, hogy egyben nézi a testet, a lelket, a körülményeket. De így tanítják, csak nem tudják így csinálni. Ez nem az. Viszont még egyet hadd mondjak el, hogy pont az integratív orvoslás, hát hogy mondjam, megvalósítása érdekében azt mondanám, hogy ugyanakkor az iskolamedicinának, tehát az akadémikus orvoslásnak, akár az intenzív terápiás ellátás része, akár a műtétes szakmáknak a fejlődése egyszerűen hallatlan. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy csak ez jó, csak az jó, csak erre van szükségünk, vagy csak arra, hanem mindenből a jót kell kiválasztani, és ezt valahogy egyesíteni. Doktor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jó dolgokat mondott, nagyon köszönjük. Én is köszönöm. Köszönjük szépen, doktor Kürti Katalin gyermekgyógyásznak. Ez is sokkalom, köszönjük minden szépen. Jó. Érdekes, nem? Ja. És meg annyi mindent lehetett volna tőle kérdezni, hogy konkrétan soroljon föl néhány olyan esetet, amikor mondjuk homeopátiával gyógyultak. Most a víz a legnagyobb információ hordozó, a fröccsben van szóda, ami víz, tehát meg használok. Hát miért vagy ilyen egészséges? Hát miért vagy ilyen jól? Mert sok vizet fogyasztasz. Ennyi. Ez a lényeg. Ez a lényege. Így van, meg a placebo hatást. Tehát rájöttem, hogy például a lányom azért nem hiányzott egyetlen napot sem az iskolából, mert szeret iskolába járni. És minden nap zuhanyzik. Így van. És nem a zuhanyozni minden nap. Egyszerűen szeret bejárni, és nem akar beteg lenni. Így van. Na, hármas ugrás játsszuk bár is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Péter vagyok. Hello, szia. Honnan telefonáltál? Budapestről. Budapestről? Mit csinálsz? Dolgozom egy nagy közműcégnél. Ah, az jól hangzik. Az jól hangzik. Jól. Nekünk, neked kevésbé. Nyilván. Nem, szeretem. Jó, van már valami tőlünk? Nem, még nem nyertem semmit. Soha? Nem is játszottam. Ja, még nem is játszottam. Na, hát akkor itt a lehetőség. János? Nem nagy ügy. Nem nagy ügy? Abszolút. Szereted a filmeket? Igen, ezt akartam mondani, hogy az utolsónál nekem megremegett a lábam. Úgy is, hogy oda van írva a válasz. Filmet ne? Nem annyira. Akkor állj meg a harmadik előtt. Na, megnézzük, hogy hogy megy, jó? Oké, így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Hogy hívták az ókori görög mitológiában az istenek királyát? Görögbe Zeus. És okosan felgörgett a görög, vagy a római görög. Igen, mert van mikor keverem. Jó vagy. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált pólóért. Mit jelképeznek az USA nemzeti lobogóján a csillagok? Az államokat. Nagyon jó. Na, mi legyen? Menjünk neki. Így szól. Jó van. Jön a harmadik kérdés dedikált bögrért.
Kikapott Oscar-díjat a Kiképzés című filmben nyújtott alakításáért. Denzel Washington. Mitől tartottunk, kérem szépen? Féltem olyanítól, mert filmgurú, és féltem, hogy valami durva. Nem, ez igazából nem volt nehéz. Jó, ez zökkenőmentes volt, Péter. Könnyű volt, köszönöm, jól ment. Szépen. Megvan az ajándék. Nem raboltunk egymás idejét. Így van, Köszönöm, küldjük neked, csáó, hello. Sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van, pontosan jönnek a hírek, aztán mi is jövünk a Peti Hetesen. 9 óra volt, 15 percen, szép reggelt kívánunk mindenkinek. 0-36-145-00-00 ez az SMS számunk. Piroton trafink van, Tompa felé haladókat mérik, ez Húsos Balázs küldte. Valamint 204-es kilométernél M3-as trafipax Fest felé, Adrien, köszi. Komáromban mérik a Nagyigmán felőérkezőket, Puszi, Jana és Vera, valamint M7-es Fehérvárnál mozgó trafi Pest felé, ezt Párez küldte nekünk, és itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Ati! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, Ati! Sziasztok, jó reggelt nektek is, vagy már jó napot! Na mond! A 4-7, nem egy bejelentésem, a 471-esen a Hodászi letérénél, hármas karambol, rendőrök még nincsenek, hát mindenki óvatosan. Péntek van, hétvége van, mindenkit hazavárnak. 471-es Hodászi letérő, 3-as karambol, rendőr még nincs. Rendőr még nincsen, személyisérülés nem volt, így hát az autóban az van kár, de hát az majd meggyógyul. Az ember az a fontos. Az fontosabb. Ati, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz mindenki, aki arra megy. Én is köszönöm szépen, sziasztok, hello. Köszi, ciao, hello. Ember még nem örült ennyire, hogy adásban van. Nagyon szimpatikus volt. Farádon fehér Seatból mérnek, méghozzá egy rendőrnő. Gyerekek, ritkában ülnek rendőrcsajok, nem? Nem az az érdekes, hogy rendőr. Hanem egy szőke? Hanem egy fekete. Ja, fekete. Nem volt már szőke? Mert hogy tegnap egyébként szőke volt, ugyanebből az autóból. De miért egyenruhához van igazítva? Nem tudom. Írjetek egy paróka. Holnap vörös lesz, és ott ül bent Béla egy barom egy körszakállal, és minden nap mások átszázza magát. Igen, biztos vagyok benne, hogy paróka. Na! Ezek voltak egyébként a közlekedés hírek. Azt nézem, hogy mindent elmondtam. Igen, az Árpád hidat kérdezik sokan, hogy arra mennének. Véleményünk szerint, egy információink szerint lehet arra menni. Én nem látok semmit. Ott kora reggel volt dugó, de most már lehet menni. Van még egy 8-as főút Veszprém és Várpalota között a 47-es kilométernél elfüggönyözött fehér Opel Astra TAF Trafi. Hogy behúzták hátul, hogy... Akkor alszanak. Igen. Vagy... Picit ott hújnak. Behúznak egy ilyen kis függönyt, hogy ne lássad. De van húzva. Hát ez mindenképpen gyanús, nem? De ahhoz várj. Mozog az autó? Már igen, mi történik? Mi történik? De körbe karnisozták belül a Skodát, vagy mi? Hogy függönyözöd el? Valószínű, hogy van valami a föld. Én is láttam ilyet, mint trafis autóknak, ahol ő hátul ül, elől nem, tehát elől normális autónak tűnik, csak ahol hátul ül, ugye a hátsó ülésen azt a kis ablakot, ahol ugye a gyerek kinéz, azt, hogy elhúz ez a... És akkor nem látod, hogy ott fotóznak, csak azt látod, hogy egy üres rendőrautó. Ez egy ilyen egyszerűbb lesötétítés, és vizsgákon nem kell leszedetni. De már miket be nem vetnek, nem? Tényleg takarják magukat, elbújnak, függönyt húznak el. Nem tudom, hogy a szemérmesek. Igen. Na, Peti hetesünk következik, mint minden pénteken. Hány hírt dolgozott fel, amit Péterünk? Négyet? Négyet. Mostanában nagyon él. Kell a pénz. Igen. Meg gyerekdalokkal is foglalkozik, ezt tudtátok? Már a múlt héten is énekelt erről, hogy megemlítettük, hogy most gyerekeknek is készít műsort, és gyerekrendezvényeken is fellép. Egyszerre két vasat is tart a tűzben. Jól teszi. És hívják ki? És biztos hívják, nem? Nyilván. Szerintem hívják, és az benne a szimpatikus, hogy ő nem várta meg, amíg lecseng a pályája, vagy a pályafutása, vagy a hagyományos vonalon, mert hát valljuk be őszintén, elég sok előadónál előfordult már, magyaroknál és külföldéknél, és hogy akkor kezdtek el úgymond rászállni a gyerekekre, de a szó nem átvetélte, amikor már lecsengett egy kicsit a pályájuk. Amikor már... Igen, egyfajta béter volt a gyerekeknek való zenélés. Most csinálták meg mesekönyv. Igen, amikor már nincs más. Na, majd mi is összedobunk egyet, ez lesz. Na, hát ezt nyilván nem adja elő gyerekműsorokon. Igen. Bestopnak lesz gyerek lemeze? Már van. Hogy lenne? De olyan rendes már lemezünk is. Egyébként simán benyalta. Nem, egy kis Mici Mackó van a programban, de hát az csak a saját szórakoztatásuk véget. Na nézzük, mit csinált Peti. Egy hónap ingyen szexet ígér a focistáknak a nigériai prosti szervezet. Milyen barátságos, ezt vajon előadja a gyerek? Ez a felnőtt program, ez nem a gyerek program.
Ugye arról szól, hogy az idei Afrika kupám a nigériai válogatott jól szerepel, akkor a Madame, aki hát meglehetősen gyanús módon keresi a pénzét, és állítólag egy prosti szakszervezetet képvisel, megígérte nekik azt, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségű nő áll majd a diadalmas csapat rendelkezésére. Hmm, korlátlan méretű malackodásra. Korrekt, nagyon korrekt. Motiváló erő. Így fogalmazott, mely a legközelebbi dolog a mennyországhoz. Ezt mondta, amit csak férfi ember elképzelhet. Szóval, ha megnyerik az Afrika kupát, hát azt most viszont meg nem mondom, hogy hogy áll az afrikai kupában a nigériai válogatott, hogy van-e még esélyük erre, hogy odaérjenek Elvis kisasszonyhoz, vagy már ebből kiszálltak, nem tudom. A nigériaiak azok hagyományosan jók egyébként. Igen? Igen, hát lehet, hogy itt a támogatás mértéke miatt. Elsősorban. Na, meghallgatjuk, Peti, hogy dolgozta fel ezt a hírt. Sportfogadás, ma tuti tippel, minden pasi, vadul X-el, Pákó is rögtön megy haza, Didiért ő is lenne focista, a pasiknál nagy úr, egy kis ingyen hancúr. Azért nem dől a gól, mert megkapi nyílt minden celebgácsit, celebgácsit, celebgácsit. Go, 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 táncos a spiné, ingyen van, nem kell elé a lé. Go, 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 táncos a spiné, ingyen van, nem kell elé a lé. Írj egy hallgató, hogy döntőben vannak. Na, hoppá, hát. Ez a lányoknak egy komolyabb menet lesz, nem? 22 darab kiéhezett. Sok elég szép darabok. Ebben minden értelemben. Igen, ők nagyon szép darabok, János. Igen. Nagyok, izmosak, így van. A kisgyermekeket is meghordította a Gangnam Style. El is készült a gyermek verziója, ami a dalnak, ami egy állat diszkóról szól. Most megy egy olyan videókörbe a Facebookon, hogy a gyerek alszik, és apu bekapcsolja a Gangnam Style-ot, a gyerek megébred, és abban a pillanatban, hogy megébred, nyomja izét ezt a paciugrást. Hogy annyira imádják. Ilyen három év között. Későn reagált erre a YouTube, nem? Hát ez most már azért lassan fél éves ez a dalocska, és most indultak el ezek a szülők által feltöltött gyerekvideók? Tehát ez már lecsengőben hát van fél pedig. Év volt, mire betanította a gyereket. Igen, mondjuk egy három éves gyerek, hát sokat levetíted, akkor meg tudja tanulni. Az ilyetetlen, hogy még mindig nem csengett le. Hát a Super Bowl döntőjében is volt például szájos. Azt hiszem, hogy van olyan pisztácia reklám, vagy ilyesmi. Egy-egybe ugyanerre épül. Elképesztő, hogy mekkora. Mennyinél tart most a megtekintés? Azt tudom, hogy átlépte az 1 milliárdot, de hogy az még folyamatosan növekszik még mindig? 1 milliárd. Azért az elég kemény. Na mindegy, meghallgatjuk, hogy Peti mit énekelt erről. Koppan a pacitánc! A pacitánc! A pacitánc!
Azért azt látom a Petit, hogy egy panel lakásban ott éjjel kettőkor, meg körülbelül ez most készült egyébként egy 5-6 órával ezelőtt, iszonyatosan énekel. De ez már gyerekműsorra hajazott, ez nem? Ez az volt, igen, ez nagyon komolyan. Nekem egy kora reggel csapadék jutott róla az eszembe, a harmat. Egyébként megnéztem, 1,278,749,067. Azt hiszem kapsz pénzt, ugye, hogyha így nézik a videóra. Nem keveset. Hát ha végignézik a reklámot, csak akkor. Csak 10 eurócentet kapjam. Sok, azt hiszem a 8 vagy 9 millió dollárt utalt neki. Nagyon sok pénzt kapott, igen, de az végig kell nézni a reklámot. Tehát ha csak átmész a reklámon, akkor azt azért a YouTube figyelés azért nem kapsz pénzt, ha végignézték a reklámot. De így is azt mondom, hogy 7 vagy 8 millió dollárt. Ha megszólal a telefonod, megjött az utalás, azért az úgy nem rossz, nem? Nem vállalok hachnit ma hétvégére. Ne, igen, nem kell sokat dolgozni ezek után. Mi maradt még ki? Ja igen, sör és békön illatú szappan került a piacra csak pasiknak. A szappan készítőjének elege lett a csajos illatú darabokból, ezért elhatározta, hogy készít valami férfiasabbat. Nem érti, hogy miért kapnak mindig olyan illatosítást, ami csak csajos, vanília, levendula, gyümölcsös illatok. Úgy érezte, hogy a férfiakat ez nem érdekli, és megcsinálta azt, ami férfias illatú. De most minden pasinak egyébként sörszagú van, meg békönszaga van, azért ez nem teljesen így van. Nem? Tehát neked például se sör, se békönszagod nincs se nagyon. Egyébként. Ha csak nem mész be egy kifőzdébe, ahol olajba sütnek. Nem? És akkor lesz, hogy békönszagod. De hogy itt a hagyományos módszer miért nem jó, hogyha valaki ilyesmire vágyik? Tehát egy kis békön, ja, hogy kis sörrel leöblítve, nem? Nem tudom. És ugyanott tartasz. Sör, békön, frissen vágott fű és pénz aromájú darabokat készítettem, mondjuk a pénz szag az mondjuk szellemes. Na, meghallgatjuk mit éneket erről Peti. Nem kell a szappan, meg annyi szag van, amikhez nem kell külön tuning. Sajt szagú szokni, meg lehet szokni, iszadva edzett szagú az ing. A metrón, ha járok, sok ember találok, aki pátuszta ideót használ. Hurka zsír szaggal, sampon a hajban, a bevált dizájn, sajt szagú a láb. Miért érzem azt, hogy ezeket imádja a legjobban? Az altesti poénok, a szagok, testnedre, tehát ebben fürdik egyébként, tényleg. Mindenki abból építkezik, ami a sajátja, azt szokták. Hát, igen. Bocs, Peti. Na, ugye most egyre több mém készül a bajuszból, ez most egy nagy divat, ugye ezek az internetes mémek, ezek arról szólnak, hogy valódi képekre találnak ki valami olyat, ami viccesé teszi hungarom ezeket a képeket. Hungaromém. Ez ugye a bajusz, most mindenkire bajuszt raktak. Aki hord nagyobbat, aki nem hordan a kicsit vagy nagyobb. A lényeg az, hogy tulajdonképpen mindenhova bajusz kerül most. Ezek a legfrissebb internetes mémek. Rólunk is készült egyébként. Rólunk is csinált? Konkrétan a Petinek a barátnője készítette. Van barátnője? Ezek szerint meglepő van. Meglepő hír, de igen, ebben az a legfontosabb, hogy van csaja. És elkerült a netre, és gyakorlatilag egy pillanat alatt szétspriccelt minden irányba. És ott állunk hárman baromi nagy bajusszal. Jól mutatunk amúgy. Igen? Jól áll. Még neked tökre el tudom képzelni, Feri. Persze, a svájci sapka mellé, meg a gumicsizma, ja. Neked kifejezetten jól áll. Te miért? Te ilyen stűszivadász lehetsz. Egyébként meg is fogom mutatni rajtad még egy kis gulyás kalapocska. Jaj, de jó. Jaj, kiváló. Jó, fél kiváló. Kiválóan áll. Na, Peti erről is énekelt, mármint erről az ő új őrületlőn, olyan formában, hogy megcsinálta a Morning Show-nak a nyitódalát. Igazán szexi. Köszönöm szépen azt a kis csíkos kalapot. Szóval Peti megcsinálta a Morning Show nyitódalát úgy, mintha ez egy ilyen betyárdal lenne tulajdonképpen. Nem? Kicsit átformálta, kicsit tájszólást tett bele, és meghallgathatjuk azt, hogy hogy szólna, ha ezt mondjuk egy falun énekelnék föl. Körülbelül ez volt a célja, legalábbis ezt írta ide. Úgyhogy ezt is meghallgatjuk most. Midőn meg pitty mallik, az kitaszajt a pamlag,
netám, a lovór fölött pofát csutakoltad, a dézsa alan netám, pálesz mögi ván, a kordé baktyán netám, künn a pusztán, hűsben meg tikkadva, midén a kokasszót, ha dolgod adódik netán, hány élsz jól, valami megvirraszt, káblira ölel, lehetsz már éltes, vagy bójáho közel, ösmered a placot, ha rikkan két szó. Asszonyok és emberek, a távrecsegő meget, az Ayer behöm lövegei, Sebös Cím Balázs, Rakatyi és Jancsi és Rákóczi Fárkó. A polgár pegykát meg híjátok pénzért tréfásokat danulni, azt egy atyafi igazán hozzája csaphatna már egy ingyé kordélyt. Ez szíves. Ez jó. Végre tudtam röhögni. Ez jó, ez jó, ez kifejezetten jó volt. Ja, ennyire akarja, hogy hívják haknizni, ahhoz egy telefonszám mindenképpen bizony, kell. Nehéz, nem? Nem tudsz elérhetőséget. Bizonyám, hát ezek után nyilván sokan szeretnék, hogy jöjjön. Peti, azt mondja, hogy 0620, így van, 206-29-74. Ez Peti telefonszáma, hívjátok bátra haknizni, örül neki, szereti, szívesen megy, ugye? Kér egy kis pénzt is érte. Na jó, de hát az minőséget tessék meg kell megfizetni. Gyerekműsor, felnőtt műsor és minden más, amit ő vállal. Céges autója még mindig nincs, csak mondjuk, hogy itt lenne az ideje. Itt lehet hívni, ha valaki szeretne neki céges autót hívni. 0620-206-2974. 9:50 van, már egészen nyugodtan, nem? Ja, hát ő sokkal korábban ébredt. Hát ez van, korábban ma reggel dobta össze ezt a kis egzemét. De ha most nem értek rá, akkor írjátok fel a számot, és hétfőn 6-tól viszont mindig fönt van. Egészen nyugodtan, hétvégén korán reggel kifejezetten szereti, ha hívják, hiszen ez. Akkor ébren tartjátok vezetés közben, mert éppen jön haza valamilyen hakniról. Vagy hozzák, vagy viszi. És az SMS-eknek is örül. Bizonyám, írjátok neki nyugodtan, 9:50 van, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva hello mindenkinek. Fehérváron is trafi a 8-ason Várpalota felől, kifogyott az ablakosom. Sajnálatból, együttérzésből a naphallgatója. Kérdezi valaki. Hát, igen. Hát irány egy benzinkút és tölts fel a készleteket. Igen. Petinek most van a névnapja, vagy most volt Péter nap? Ma Aranka van, azt hiszem, megnéztem, de hogy nem. Akkor igen. Akkor ma van. Ja. Azt is használja. Egyébként igen. Nem csak, többen írták, hogy kívánjunk neki boldog névnapot, nem. Mostanában van Péter, annyiszor van, majd legközelebb, nem? 4-5 Péter van az persze, évben. Persze. De ha van, most van, akkor boldog névnapot. Így van. És ti is írjátok fel, emiatt is mindenképpen előtte küldjetek SMS-t. Peti, nem ad ki CD-t, kérdezi valaki. Nem tudom. Behívjuk újra élőbe egyszer valamikor karaoke-zon, mert az nagyon jó volt. Amikor ilyen karaoke alapra énekelt, és akkor ezeket meg tudjátok tőle kérdezni, nem tudom. Árpád híd mindkét irányba jól járható, ezt Brigi küldte nekünk, valamint az M7-esen a 104-es kilométernél Budapest felé most készülnek fotózni. Miskolc felől az M3-ason, az erdőteleki lehajtó előtti pihenőnél, a 105-ös kilométer körnél pedig mérnek a Jagelló. Szép napot írja Brigo. Oké, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma. Ugye korra reggel próbáltuk megfejteni, hogy hogyan zajlik egy igazi magyar autós üldözés. Ugye egy gyártól Budapestig üldöztek a rendőrök egy autóst, és felhívtuk a Garambölgyit, hogy meséljen nekünk, hogy mégis mi ilyenkor a bevett szokás, hogy kommunikálnak a rendőrök, meglökhetik-e, mikor használhatnak fegyvert. Szóval, hogy mit kell csinálni ilyenkor egy vérbeli magyar rendőrnek. És ő pedig taxatív, illetve preventív, egy gyakorlatilag mindent megosztott velünk. Mindent. Ultima ráció, amit kell tudni. Mindent elmondott, így van. És hétvégén buszójárás van. Feri ugyanakkor Böllér Szegeden találkozóra megy. Szegede, a híres szegedi buszójárás, igen. Szegények, azt várják a vendégeket. Hát men 50 000 ember oda. Szegede. Igen, van Mohácson. Mohácson van a buszójárás, kicsit erős beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. Ez történt a Morning Show-ban. A kérdés az konkrétan az, hogyha például egy rendőr igazoltat, és ahogy ez az eset is ugye történt, emberünk nem áll meg, nyom egy padlót. Ilyenkor az igazoltató rendőr az, aki üldözni kezdi, vagy beszól, hogy tőle megszökött egy autó, és jönnek azok, akik mondjuk erre vannak kiképezve. Hogy működik ez? Hát mind a kettő, természetesen a rendőrségi törvény és a szolgálati szabályzat alapján az igazoltató rendőrnek a megkezdett intézkedést be kell fejeznie. Tehát ebben az esetben, ugye haladéktalanul üldöznie
kell, mert az 51. paragrafus pontosan ezt teszi lehetővé a rendőrségi törvénynek. Tehát, hogy a rendőr akár még úgyzárat is alkalmazhat, de ez a passzus deklarálja azt egészen konkrétan, vagy hatalmazza föl a hatóságot arra, hogy megállításra kényszerítse, ugye a járművet és a jármű vezetőjével szemben eljárjon. Aztán itt három paragrafussal később már részletesen is ugye az 54. szakaszban ezt leírja, ez akár még lőfegyver használatig is elmehet, ugye, de ez a nagyon kiemelt és súlyos bűncselekmény elkövetése esetén, ugye föl van taxatíve sorolva az a hogy mikor lehet. Amikor így van. Erre van egy forgatókönyv a rendőrségnek, hogy az, aki üldöz, az ilyenkor jelenti, hogy merre mennek, és akkor ilyenkor lezárják az utat, szembe jönnek vele, megpróbálnak kicsit elé kerülni. Hát gondolom, ez egy ilyen bevett forgatókönyv alapján zajlik, nem? Hát bevett forgatókönyvnek is nevezni, inkább én a szolgálati szabályzatra hivatkoznék. Ott egyébként részletesen leírják ezeknek a metódusoknak a pontos menetét. Tehát ugye itt a megkeresésben úgy írtátok, hogy protokoll, tehát ez, én ezt úgy mondom, van egy szakmai protokollja, amihez persze hozzátartozik, hogy a járőrnek ilyen speciális, nem csak vezetéstechnikai tréningeken kell rendszeresen részt venni, hanem ilyen technikai megoldásokat is ugye a gyakorlatban, hát készségszinten célszerű alkalmaznia. Az intézkedés megkezdésekor a rendőr ugye természetesen, amikor menekül a járművezető, akkor értesíti a kollégákat, tehát egy fejlett kommunikációs rendszerünk van, ez az RDR hálózat, és akkor nyilvánvalóan a minimális kockázat vállalásával, de technikailag... És például ő töri össze az autókat, menekül egy szűk utcában, egyik autót töri a másik után, akkor a rendőrnek még mindig arra kell tekintettel lennie, hogy ne veszélyeztesse a menekülő ember testi épségét? Hát ugye ez azért nem így van, hogy nem bánt senkit, mert a másik paragrafus, amit említettem, az 54. szakasz, ugye ott pontosan erre utal a jogalkotó, igen, bölcsen. Tehát amikor a közvetlenül fenyegeti másoknak az életét, biztonságát, vagy a közbiztonságra már közveszély okozás szintjén veszélyes, akkor nyilvánvalóan le lehet adni lövést, ugye csak az, tehát a jármű gumiára, de kimondottan ugye az nem fegyverhasználat. Arra tudsz valamit mondani, hogy milyen hívószavak vannak ilyenkor? Csak egy kicsit belelássunk a rendőrség életébe. Tehát egy pacsirta egy hívja, pacsirta kettőt, menekülő nagy vadár, vagy így hogy... Csúcsú. Hogy kommunikáltok? Vannak ilyen hívószavak, hogy sas leszállt, pacsirta három, gyáli út emmőt? Hogy szólítják? Ez akciófilmek szintje megint nem. Vagy hol vagy János Bémeg? Vannak, és ebben az esetben ugye szakszerűen lényegvetörően kell fogalmazni, tehát ilyen... Mondj egy konkrétumot, Laci, csak hogy tudjuk, hogy... Hát, hogy... Semmi, hát bejelentkezik, minden autónak van természetesen egy hívószáma, bejelentkezik, de egyébként az intézkedést még nyomon lehet követni a diszpécser központot. Tehát nincs ilyen, hogy Tibi, tedd már le azt a rohadt kávét, szállj be a kocsiba, emeld fel a csegged és kezd meg. Tehát ilyen kommunikáció nincsen például. Nincs, ez a vicc kategória. Ez a vicc kategória. Ne a Fábia vagy, az ide kevés lesz. Hozd a szupervét. Buszójárás van Mohácsó hétvégén. Nem kéne erre elmenni? Hol? Nem. Mi? Hol? Milyen járás? Kik mennek? Hova mennek? Az a baj, pont tegnap mondtam a Janinak. Ez nekem nagyon tetszik. 70 ezer ember lesz. 70 ezer ember várnak. Egy, na, hogy ma, ugye? Meggyőztél. Hát nekem túl sok. Hogy maga az esemény meg a rendezvény marha jó, nagyon érdekes, csak az a bajom ezekkel, hogy akkora tömegnyomor van, hogy lépni nem tudsz. Nem lehet négy echte Mohácsit megkérni, hogy jöjjenek el és járják el ott ezt a buszójárást valahol ott, ahol én lakom. Állad. Hirtelen spontán kimegyünk az utcára, pont arra jönnek, sétálnak ott egy kört. Nem lehet, hogy itt 70 ezer ember van a busójárás. 70 ezer. A három nap alatt 70 ezer vendégük van, ami marha sok. Nem olyan nehéz egyébként elintézni, hogy ott tudjunk közlekedni, csak megfelelő jelmezek kellenek hozzá. Busóállarcon megy. Gyakorlatilag szerzünk három busóállarcot, egy kis szűrt, egy kis gubát, néhány kereplőt, azt ott elbohockodunk el. Tehát gyakorlatilag bármerre megyünk, mindenhol szétnyílna a tömeg is mennénk a dolgunkra. De egyébként, ha bérelhető Mikulás van, akkor bérelhető busó is van. Igazad van. Tehát nem mi menjünk, hanem jöjjenek a busók. Nem akartok ti átjönni egy kicsi buszójárásra? Busni? Kicsit meglepni és beöltözni. Megyünk sokáckodni? Kicsit, én nem voltam még ilyenen, szerintem ennek nagyon jó hangulata van egyébként, nem? Nagyon jó lehet. Minden ilyen nagy rendezvény. Ugorjunk át Mohácsra? Nem, Mohácsra. Balékhoz mi ketten beöltözünk. Pont azt mondom, hogy átjöttök. Sajnos hozzám. Nem vagyok itthon a hétvégén. De te most mész valahova. Durkeve. Ja, te most mész disznót. Ugye? Hát nem, ez Böllér Fesztivál. Halljon a négy lábú. Ez nem egy ilyen öncélú öldöklés. Disznóölés. Nem, még egyszer mondom. Böllér Fesztivál. Mondd ki még egyszer. Böllér Fesztivál. Érted, jönnek az emberek,
esznek, isznak, beszélgetnek, mulatnak. Neked ott nem minden mindegy, mert te már ott fekszel. Nem összeülnek, ezt még. Kikérem magam. Nézd a Ferit, átlépnek rá, nézd, lépj át rajta. Ne haragudj, én csinálom, tehát a feldolgozást. És te vagy a feldolgozó. Valami rendesből lérünk, de azért a többiben én benne vagyok, azt csinálom, megverjük a délutáni eredményhirdetést, besöpörjük az aranyérmeket, és akkor micsoda? Ez egy szép vízió. Tavaly se nyertetek, ha jól emlékszem. De tavaly előtt aranyérmes kolbászunk lett. Az fair play díj. Az valami, adjunk valamit a Ferinek is, hogy jöjjön jövőre is, tudod. Jó PR-osul nekünk, nyeressünk meg vele valamit. Egyáltalán nem. Ilyen volt. És most egyébként csináljuk Mátyás korabeli kolbászt. Na. Abból viszont hozok nektek. Az nagyon jó. Azt a Karambölgyi is szereti fogja, mert ő meg ilyen nagy Mátyás kutató. Tényleg? Nem tudtátok? Nem. Azért ilyen kiművelt, azért beszélt. Nem, hát ő kutatja, hogy halt meg, meg mi történt, meg megmérgezték, meg nem mérgezték meg. És tényleg, hát emlékszem, hát ott volt a híres kötet a taxatíve a Hunyadiakról. Na és akkor mi lesz, elhozzátok az aranyat? Majd hétfőn meglásd. Megkedtetek mindenkit, akit meg lehet? Én vettem egy nagyon nagy kosarat benne egy táblával, az van ráírva, hogy gyűjtés Balinak. Tehát, hogy többször elmondtad, hogy ha bármit visznek, azt hoznam el. Nyesedék, csőr és köröm, farhát, dobáljanak bele mindent. Egy jó kis bőrsajt. Jöhet mindent. Tényleg, ne felejtsd a szatyrot. Jó? Na, hogy ez lesz. Azt ne felejtsd. Már írtak, hogy készítenek neked csomagot. Van egy ilyen száj, akit etetnem kell otthon, úgyhogy bármi, ami hullik, esik, jó, marad. Hello, hát úgyhogy készítenek csomagot, de várják már meg az eredményhirdetést. Aranyérmes, ezüstérmes, bronzérmes. Még a bronz belefér, igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság van, Csabikám? Akkor ma kérdezhetem, ma péntek van, voltál? Na jó, menj a fenébe, ma kérdeztem meg utoljára, nem érdekel, tudod, mi lesz? De vannak napok, amikor nem érdekel, nem fér bele az időbe, és felvet egy újabb kérdést, egy problémát, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a gyermekedet egyedül hagyod otthon. Tehát, hogy mert mondjuk neked fontosabb az edzés, és egy 5 éves gyereket otthon hagysz egyedül. Nem. 5 éves? 5 éveset nem. Na de és akkor mi a 8 éves sem nagyon? Tehát a 8 éves sem nagyon. Tehát, hogy 8 évesen nem? Szerintem már az... Ja, Romeo már volt otthon eledül. 8 évesen nem? Beprogramoztuk neki a telefont, meg nem tudom. 10 évesen sem eljött. 20? Nem. 30? 42 éves hajtott. Tényleg, ez egyébként egy jó téma, ezt megcsináljuk. Na és akkor ez volt ma, tehát vagy elmegyek edzeni és a Demeter otthon, mert hogy közben a Rómeót be kell vinni a suliba, és ráadásul farsang van, és sütit vinni, és nem tudom. Vagy otthon maradok a Demeterrel. De miért nem edzel vele együtt? Nincs otthon padló? És az volt, hogy otthon viszont edzettem. Na! Hát ennyi. Hát akkor edzettél. Hát az otthoni gépekkel elvégeztem az edzés programot. Ja. Azt a 10 perces tudatom. Ja. Mindig emleget. Ja, az olcsó hozzájutott a... ja. Úgyhogy edzettem, csak nem voltam edzeni. Jó, akkor ez így már tiszta vagyok? Így már abszolút tiszta. Köszönöm szépen. Igen. Mit csinálsz hétvégén? Edz. Azok kívül nyilván, hogy napi 3 óra edze. Igen. Kérlek szépen, nagyon sok névnap és születésnap van, amit meg kell ünnepelnünk. Van egy nagyon jó barátom, a Balázs, akinek ugye most névnapja volt, utólag neked is. Akinek a lányának születésnapja volt, hogy ma összejövünk, és... Még nálatok szinte minden hétvégén, nem? Hát ez így sűrű. Most egy pár hétvége kimaradt, de már tegnap elkezdtük a Romeo névnapjával, ma folytatjuk a Balázséknál, és aztán holnap meg kimegyünk a jégpályára, mert ott lesz egy rendezvény, és adunk egy utolsó esélyt a télnek, hogy mutassa meg, hogy szép, vagy valami... Másnaposan a jégen, na, hát... Új, de jó, az kézés. Általában lesz forrad bor, tehát lehet, hogy egy kicsit kezelni, igen. De korizol is? Nem. Egyébként nem. Ne sérts meg. Nem, tehát lehet kori nélkül is csúszkálni, sőt, esni is. Így van. Akkor minek? Elviheted Mohament. Mohament. Kori nélkül. Igen, lehet, ott lesz vitamin. Jézus Isten, mi lehet velük? Korival, vitaminnal és Mohamennel. Ha valaki nem tudja, Happy Gang. Így lehet egy jobban. Vitamin. Kérem, Kori. Igen. Szolnoki Petinek milyen jó hangja van. Na, igen, nem, ugye? Szolnoki Peti milyen jó. Hasonló. Lopják a Jackie-met, megvan? Az is Happy Gang. Viszont az is Happy Gang. Boom, saka, laka, milyen alak ez a lala. Az figyelj, imádták egyébként. Az is volt, de nagyon jó volt. Persze. A maga nemében, magas New York, Rio, Tokyo. Az is Happy Gang. Az már erőltetett volt. Hát jó, de hát az is Happy Gang volt. Az volt, igen. Ja, mert hogy a többi az ilyen természetes, laza is flott volt, úgy érted. Tehát, hogy a Happy Gang-et akkor nagyon szerették. A Boom Shakalaka az jó volt. Tehát
az is a egy szakalala, milyen alakjás volt, de jó volt megcsinálni. 97-98, 2000 a diszkos korszak baromi nagy sztárok voltak. Most már mindenki azt mondja, jaj, perc, ciki volt. A 10 emberből 8, aki ezt mondja, abból 6 ott csápolt az elsősorban Happy Ken. Így van. Óriási sztárok voltak. Értetlenségből vegyes érdeklődés vitte ki az embereket. De szerették őket. Na! Ennyit a Happy Gangről. Úgyse tudjuk. Azt hiszem, moha külföldön van. Valahova elment. Nem tudom. Pálfrányhoz. Jaj. Hívjuk a laphallgatóját, legyen az első. Szegény, nem tudom. A Korinak van saját zenekara. Nem, hát ők felléptek a szigeten a múlt évben. Én ott voltam. De mint Happy Gang? Hát Happy azért gang, a is én ott, miért én ott voltam, könyvbel állt, szemmel álltam, és mondom, ez a fiatalság, én elmentem a Szigeten Happy Gang koncertre. Azt lesz, hogy kiment volna egy jó Night Train miatt, hogyha van jegyünk, nyilván a Happy Gangre is, akkor a Boom Shakalaka miatt mentél. Figyelj, a Szigeten ott lenne egy Happy Gang koncerten, az kell, hidd el. Szabolcs, haló. Hello Balázs, Feri, Jani, szia, jó reggelt. Szabi. Haló. Jó reggelt, szevasz, hát írtál nekünk SMS-t. És Igen. Szellemesnek találtuk, és megválasztottunk a naphallgatójának, csak hát nem mondtad, hogy boarding show, és ezáltal. Hát ugye? Nagyon szomorú vagyok, de köszönöm szépen, hogy feljuttatok. Szabikám, dolgozol? Igen. Nagyon, igen. Na, hogy hallom, mit csinálsz? Hogy is fogalmaznak, mindjárt megpróbálom körbeírni, jó? Úgyhogy nem mondjam ki a történetet. Egy pénzügyi szolgáltatónál dolgozom. Nagyon jó. Ha gondoljátok, akkor privátban esetleg egy-két tanácsért. Nem érdekelnek ajánlatok, ma mindenünk között. Igen. Ja, én tennék ajánlatot. Azért, igen, azt, erre gondoltunk. Igen. Szabi, viszont azért az SMS-edet elolvasom, ugye azt írtad, hogy Kalocsa 51-es út mérnek, de sajnos még nem a dinnyét. Sajnos, igen, de már nagyon várjuk. Igen, várjuk, már kicsit. Az még nem, mert az már nyár vége. Igen, kicsit. Egyébként tényleg. Szabi, te vagy a naphallgatója azért ettől függetlenül, jó? Hát a megtisztelő címet köszönöm szépen, de hát sajnálom, hogy ez a dolog ez nem jött össze. Az SMS az még érkezni fog szerintem a jövőben is. Akkor van rá esély. Köszi, jó hétvégén. Én köszönöm nektek is, jó hétvégén. Köszönöm, hello. Minden jót, sziasztok. Szia. Mi a recept, Feri? A Jani által finomított körtetorta, amit a héten megkóstoltatok. Egy jóféle körtetorta. A cukortartalomból. Nem köszi. Biztos, hogy rosszat tesz az nagyon neki. Szívesen, újra sütöttem, és így most már tökéletes, úgyhogy ezt osztottam meg a hallgatókkal. Gondoljátok el, mert Janinak is sok volt a cukor. Nem volt sok. Tehát ha már ő is azt mondja, hogy kicsit túl édes, pedig ha valaki azért János, ugye nem veti meg az édeset. Azért, mert előtte sok sajtot evett, és az el, a kis ízlelő bimbóit. Utána még napokig nyállal ízesítettem a kávémat reggel. És csak egy körtetorta, ilyen egyszerű? Körtetorta van, az egy angol krém azért. Na jó, azért nyugtass meg, hogy azért nem csak egy... a körtetorta az csillagán is zsal van. Na, hát ezeket kezdtem el hiányolni, nem tudom, oda dobsz egy sima mezei körtetorta, olyan beteg vagy. Így már csillagán is zsal, meg az angol vaníliával már olyan fel is kezd lenni. Igen, de úgy van megírva, hogyha valaki nem tud szerezni csillagán is, mert olyan helyen lakik, kihagyhatja belőle. Butáska is Feri, kinél nincs csillagán is. Minden állam van. Bárcsinek, 4 kiló csillagán is van a garázsban. Nem tudok vele mit csinálni. Csak használni kéne. Nem csak állni. Ez igaz. Lehet kapni egy csomó helyet. Megszórom az utcát. Nagy bevásárlókban is van most már. Igen? Az meg azért minden megyeszéken, még nagyobb település környékén van. És az Ánis és a Csillagánis közötti jelentős kardinális különbségeket lehet felfedezni. Például az csillag alapú. A jelző szerkezet. Igen, tehát egy sima Ánisban ne szúrjam ki a család szemét hétvégén, ha esetleg ezt akarom megcsinálni. Az egy amatőr pitiáner húzás lenne a részedről. Ha Ánis, akkor csillag, jó? Akkor egy jóféle Csillagánis. Na jó van. Hétvégén ki merre? Tudom, péntek este horror, de hogy... Hát egyértelműen, természetesen. Fénybe leszel azért látható lesz, valahol? Lesz majd egy kis sportolás, nyilván az mindig ugye mászás van a hétvégén, ezen kívül meg, hogyha a gyereknek is van kedve hozzá, akkor elmegyünk arra a bizonyos a kézilabda meccsre. Ja, a Fradi. Így van, Fradi így van. Ahol meghívtak minket, kaptunk tőlük ugye meghívókat, és nagyon kedvesek voltak, hogy oda invitáltak minket, de hát ez természetesen a lányomon fog múlni, hogy elmegyünk-e, nem pedig rajtam. Így elég egyszerűbb rá csomó kell. Jó hétfő lesz kinek enni, igen. Feri, csak egy csomó kulinális élvezet van az országban, hogy a Mohács busójárás fővárosba tessék menni a Szabadságtérre, ott van most a Mangalica Fesztivál. Hát én meg, ha hétfőn bírok, akkor jövök. Ha nem, igen, az alkoholmérgezés milyen? Milyen stádiumát fogod elérni? Semmiet. Azért drinkeltek ilyenkor kicsit azért. Egy picit. Jó, igaz, azért szentén nem álljáltam. Nagyon aranyosak vagytok, hogy én állandóan mocsok részegen fekszem mindenütt.
ez nem igaz. Nem szoktam lefeküdni. Mikor mész? Mikor mész? Már ma na, én már ma este látszok egy baromi nagy késsel, és kicsi kis pálinkákkal. Nagyon gyeretes, hogy ígyunk egyet. Tehát azért... Úgy, aki ott lakik a környéken, jöjjön Turkevére holnap. Jó, ha nem nyered meg, haza se gyere. Világos. Csak ha elég sok ajándékot kapsz, amit elhozhatok. Ha van a csomagban némi nyesedék, csirkefarhát, csőr és köröm, azzal jöhetsz, de... Böllérfesztivál, nincs csirke. Minden nyesedék, a nyesedéknek is örülök. De tényleg meg akarod nyerni most? Ez a cél? Nem, mert megszoktuk állt a tavaly előtt. Nyertünk, most meg igen. Nyerni vagy oda. Érted? Szerepelni. Na jó van. Második hely, harmadik hely nem játszik, csak az arany. Ó, az azért. Jó lesz. És utána ültök be meleg vízbe is? Persze, egy picikét. Ott van egy fürdő. Ilyen strandfürdő van kinti medencével, hát megőrülsz. Na, megint cserélni kell majd a vizet. Micsoda? Nyilván. És utána szét is kenjük magunkon a parton. Az biztos, igen. 3 perc volt a 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk hétfőn, ugye? Hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Csumi!